Na háló, kellemes jó estét mindenkinek! Szia Csoki is, szia Brandon, szia Blanka! Mindenkinek üdvözletem! Végre működnek a Last Epoch szerverek, úgyhogy Last Epochozni fogunk. Időközben én így beerőszakoltam magam néha, amikor működött, és csináltunk egy Sentinel Warpass paladint. Ami azt én nézem, hogy a hang viszont egy pillanat, mert minthogyha nem hallanátok a játék hangját. Ez pedig jól van beállítva. Akkor lehet csak túl halk. Aha, igen, csak túl halk. Nézzük meg, ha beszélünk valakivel, akkor pofázik-e? Aha, túl halkra van állítva, jó, akkor egy pillanat. Adunk rá egy kis master volume-ot. De én úgy látom, hogy így se szól. Segítsetek, kérlek, jelezzetek vissza, hogy a játék hangját halljátok? Most nem tudom eldönteni, hogy nálam van ezzel valami baja. Mintha... Nem tudom, hogy ilyenkor most hallotok engem? Mert itt a... Streamlabs az nagyon azt mutatja, hogy minden oké, okay, akkor jó, akkor csak nekem mutatja úgy, mintha nem akarna működni. Nem látom élesben, hogy a hangsávok változnak, de akkor ezek szerint minden jó, úgyhogy szuper. Na, szóval Monolith Push lesz ma. Megnézzük, hogy meddig meg hova jutunk. Most jelenleg... Hát igazából a 62-eset még nem fejeztük be, úgyhogy nyomjuk azt. Kérdés, hogy oda küld-e minket még most, ami van az inventoriumban, semmi extra. Hűha, ja, pont eldobott. Na, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor az most jöhet nyugodtan chatre, megpróbálom megválaszolni. Nagyjából kiképeztem magam a játékból így az elmúlt hetekben, úgyhogy mondjuk azt, hogy képbe vagyok, de nyilván van, aki jobban ért hozzá, úgyhogy tippeket is nyugodtan lehet adni. Hát ez most mondjuk itt csak 66-os, de azért egy 40% extra XP, aztán ott kulcs. Ott is egy kulcs. Gold kulcs. Igazából rúnákat meg glifeket kéne gyűjtenünk, úgyhogy szerintem erre fogunk elmenni. És akkor megnézzük, ez itt úgysem lesz olyan nagyon nehéz. Egynek elmegy, az alapvetően lesz majd Blanka, úgyhogy küldhetsz cikkeket nyugodtan Discordon a Egynek elmegy téma mappába, jöhetnek a dolgok, amiről szeretnétek, hogy beszéljünk podcast folyamán. Most még egyelőre ötletelünk, meg gondolkozunk rajta, hogy legyen, mert ez a két hetente egy, ez túl kevés, viszont ennél többet nem tudunk. Gondolkodunk rajta, hogy legyen esetleg havonta egy, és akkor egy kicsit ilyen más formátumban, mert hogy az meg ugye sokkal kevesebb, tehát akkor meg tényleg ilyen aktuális dolgokról azért csak nagyon szerencsés esetben tudunk beszélni. Úgyhogy akkor inkább ilyen nagyobb átfogó témák lennének. Még nem szültük meg, hogy lenne ez ideális, mert az a baj, hogyha minden második héten szombaton egynek elmegyet tartunk délelőtt, akkor nem lesz időnk arra Viktorral, hogy külön videókat gyártunk. És szeretünk veletek beszélgetni, de igazából a streamek erre vannak, tehát a páros péntek az teljes az egészében kimerülhet ebben. Nyilván közben játszunk, tehát azért egy kicsit irányítottabb a tematika, de a téma az jöhet. Kérdésedre válaszolva, a témát nyugodtan lehet berakni. Szervusz Benji! Viktornak nem mondjátok el, de most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy csinálok én egy adag egyedi lapot Runeterrába, és az Diablós vagy Last Epochos, vagy a kettőnek a kombinációja lesz majd. És akkor a köré építünk valami mechanikát, úgyhogy a tippek meg ötletek jöhetnek egyébként. Meglephetjük Viktort egy ilyen kis külön spicy dologgal. Nem biztos, hogy megcsinálom, de most így átfutott a fejemen stream előtt, hogy az biztos érdekes lenne. Kíváncsi vagyok, hogy elemeznék ki őket, úgyhogy nem ismeri. Meg hogy én milyen jól tudnám balanszolni, úgyhogy rég runterráztam.
Egyébként, mivel Last Epoch stream van, beszéljünk kicsit a buildünkről. Warpath Sentinel Paladin, vagyis Sentinel Warpath, mi ez, Warpath Paladin. Fire damage-re megyünk, és igazából a Diablo 4-es Barbar Whirlwind buildje. Sőt, most a charge build miatt a Lung az egy ilyen charge technikailag, itt nem ez a fő damage, cserébe viszont nagyon hasonló játék stílusa. Úgyhogy egyébként, aki charge barbározott Diablo-ba, tök mindegy, hogy melyikbe, bármelyikbe, amelyikkel játszik, mert mind a három, kettő, a Resurrected, a három meg a négyben is van ilyen build. Szóval, ha valaki ezzel játszott, és azt nagyon szereti, akkor érdemes egyébként azt már próbálni, vagy a Whirlwind Barbar még a másik, ami nagyon hasonló ehhez. Ú, mennyi. Na, fú, de nem szeretem, amikor ennyi ízét dob le. Nem kell. Infrared Pagan nem kell. Nem. Void damage 16 az nem rossz. 5% poison damage, mondjuk ez kicsi. Chance to ignite. Warden hit. Stand duration, jó, ezek nem kellenek. A Marvel-es meg DC-s lapokat már nagyon, nagyon sok jött. Ha jól emlékszem, a Resident Evil-es is elkészült. Vagy készülőben van, úgyhogy a Capcom is le van azzal fedve. Nem kellenek. A Diablo-ra azért gondoltam, mert ti mondtátok, hogy annyira nem ismeritek a játékot, már az a réteg, aki ugye a Runeterra-val, meg a Marvel Snap-el is foglalkozik. Viszont az egy érdekes dolog lenne, hogy hogyan lehetne őket létrehozni. Ezt sokat gondolkodtam. És hát, ha nem csináljátok meg ti, majd megcsinálom én. Csak kell rá találnom alkalmat. Na, egyébként kinek hogy tetszik, aki játszik a játékkal? Így a kezdeti nagyon-nagyon nehézkes indulást így a szerverek kapcsán. Most már is stabilizálódott, ki mennyire élvezi a Last Epochot? Meg kéne öljük azt a quest mode-ot, mert már amúgy a bónuszunk az készen van. Itt azt egész moderáltat kapunk. Nyilván kisebb szintűek, mi 73-as konyik, ez meg egy 66-os terület. De 40% plusz XP azért segít. A buildünk lényeg egyébként ennyi, hogy pörgünk. Aztán, hogyha valami single target mob van, akkor Holy Aurával buffolunk magunkon egy nagyot, és Judgmenttel kivégezzük. Például itt van ez a boss. Fölmegyünk Max Manára, Holy Aura, és majdnem válsatoltuk. Ez nagyjából egyébként a build összeállítása. Egyedül uncsi. Hát figyelj, Benji! Ha gondolod, megpróbálok valahogy szakítani rá időt, és akkor egyeztetünk, hogy együtt meg tudjuk-e csinálni. Csak akkor Viktor előtt tartsuk titokba. 4 strength és health. Jó, hát ezt lebontani jó lesz. Yes. Nem tudom, hogy mennyi shatter. Egy darabunk sincs, szuper. Gold ez sosem fog összegyűlni, de legalább a shatter... Hopp, az nem kell. De legalább a lebontós rúnákból jönnek az affixek. Increased mana, health, cold resistance. Hát nem. Ez nem az, ami nekünk kell. Area skills. Mondjuk ezen van 33 forging potential, ezt lehet meg kéne tartani, ezt majd elrakjuk. Ez egy set, ezen is van 34. Critical strike, 124 health, elemental damage. Ez nem is, ez sem olyan rossz amúgy. Ezen mi van? Ezt milyen fasznak vettük föl. Jó. Oké, ennyit akkor is nincs, akkor mehetünk a rúnáért. Én élvezni nem tudom, mert nincs meg jelenleg a játék időmet, Metin szerver készítéssel töltöm, de ha megvenném 100 plusz óra fix lenne. Hát főleg, ha szereted a kicsit komplexebb RPG-t a Diablo-tól, ami azért nem olyan nagy sebészet, mint a PoE, akkor egyébként ez baromi jó. Nekem rettenetesen tetszik az, hogyha itt ránézel a skillekre, akkor egyébként el tudsz benne veszni, mert minden kasznak megvan a három külön mastery-e, plusz a saját ugye
class-specifikus passzívjai, és össze-vissza tudod őket kombozni. A main, amit kiválasztasz, az végig mehet, a másik kettő meg ugye le van lokkolva félig. De így is nagyon sokféle buildet össze lehet rakni egyetlen egy kaszból. És akkor még ugye ott vannak a képességek, amiket külön lehet húzni és erősíteni. Ez meg kimondottan broken szerintem, főleg, hogy ugye vannak ilyen plusz egyes skill statok ugyanúgy, mint Diablo-ba. Nagyon erősen fel lehet rántani egy-egy ability-t. Például ez a warpass, ez nekem most legalább dupla akkora területen hat, és mint látjátok, elég könnyen ledarál mindent. Jó, még mindig 66-os monoliten vagyunk 73-ason, de cserébe viszont egyébként az itemjeink között azért van itt level 5-ös elemental damage overtime, ami annyira nem jó. Ami 7 strength-es az nem rossz, a nyakláncunk az elég jó. De ez sem olyan nagy szám, ez a chest plusz egy van a Rivon hozzá, de ezt bármiből össze tudod rakni. Úgyhogy nem olyan broken a gírünk, és mégis nagyon jól hely tudunk állni. Egyébként, esetleg akik játszanak és nem, még most kezdték, hogy nem nagyon tudják például a szín meg ilyen kombinációkat, azok ne feltétlenül tőlem tanulják meg, mert nekem van beállítva egy egyedi loot filter, ami igazából a WoW-os Common, Rare, Epic és Legendary szín skálát használja, és attól függően, hogy a számomra az én buildembe kellő affixekből hány darab található a gíren, az szerint van beszínezve, tehát ha zöld, az azt jelenti, hogy egy darab olyan skill van rajta, vagy olyan affix, ami nekem szükséges. Ez ebben az esetben itt a Necrotic Resistance, ugye az összes resistance bele van rakva, mert még nincs annyira minmaxolva a gír, hogy meg a build, hogy már a resistance-okat is leszűrjem. Meg mivel az első karakter, az alt karaktereknek azért nem baj, ha ezeket összegyűjtjük, és lesz elég shardunk rá. Bár a shardok azok most már kezdenek a nem problémás kategóriába átesni, inkább a runák az, amiből hiányt szenvedünk. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel. A Five Nights at Freddy's Benji, az a FNAF. Blankának egy visszatérő topik szokott lenni. Csak én is csak onnan tudom, hogy már annyiszor leírta, hogy megjegyeztem. Hát most jön valami másik része, vagy valami film jön belőle? A FNAF-ból. Úgy emlékszem, hogy valami film, vagy valami folytatás, hogy lehet mind a kettét használja. Engem annyira nem nyert el az a játék, hogy őszintén nem tudom megmondani, hogy mit gondolok róla, mert a koncepció nem rossz, de valahogy úgy, hát nem tudom. Ó, hogy itt egy hívják van. Hát akkor legalább pöröghetünk. Spin it to win it. Az nagyszerű. Kicsit fura számomra például ebben a játékban egyébként, hogy a bal clicker az fixen movement. Tehát, hogy itt nincsen olyan képesség, amit arra rá tudsz rakni. Tehát itt csak fix 5 darab képességed van ugye. A 6 helyett, ami mondjuk a Diablo-ban elérhető. És ettől már így a buildek is egy kicsit máshogy működnek. Például itt van most egy Rogue Level of Lethal Mirage shard. Ez amúgy egy tök ritka shard, tehát hogy kaptunk belőle. És kész is vagyunk, egy stabilitit összeszedhetnénk még, de amúgy nem kell. Jó, hát ez most egész jó kör volt. Én nem kell szortolni, mindegy. Azt akartam megnézni, hogy van 9 shatteringünk, meg 6 removalünk. Ezeket kell egy kicsit feltornászni, hogy látjátok, a többiből azért egész sok van. Legalábbis a commonokból. Ugye ezzel tudjuk lebontani az összeszedett gírt, ezzel meg exakt statokat tudunk leszedni. Random azok közül, amik rajta vannak, de ettől még jól is kijöhet egy-egy gírnek az átalakítása. Úgyhogy megyünk most ide a shard, ja azt is meg tudjuk már csinálni, akkor viszont megcsináljuk a questeket. Mert igazából az a lényeg ennél most, hogy kinyíljen a következő monolit.
Szóval visszatérve, nem megyek bele annyira részletesen, hogy hogy működnek a runák, meg a forging, meg a glyphek és az apis shardok. Csináltunk róla a csatornán egy videót, aki még nem látta, az nyugodtan, ha bármilyen kérdés felmerül ebben a témakörben, akkor csekkoljon rá, mert őszintén megmondom, a legnagyobb szerénységgel nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt sikerült összerakni. Tök szép, átlátható és érthető, hogy miről van benne szó, meg mi hogy működik. Jó, akkor úgy látom, hogy először ilyeneket kell írtani, hogy legyen így. Na, az az, amit nem szeretnénk benne állni. Jó, jöhet még egy ilyen puff. Hát azért igazából a bosszokat is fél HP-zza ez a Judgment, úgyhogy ez a Judgment ez egy elég babber erős skill lett. Így a build. Hát nem azt mondom, hogy vége fele, de azért most már így nagyjából megvannak a kellő dolgok hozzá. Még nagyon, nagyon sokat lehet javítani a gíremen. De mint látjátok, már most is egész jól megállja a helyét. Így né. Oké, látom itt közben elindult, tehát az egyedi lapok bugit. Az teljesen jó. Jó, majd oda megyünk tovább. Összetünk bármit, amit le kéne bontani. Semmi, csak egy-két affixot. Az nagyon jó. Hát és akkor csináljuk meg a Spire-t is. Ja, nem is 66-os, hanem 62-es, akkor több mint 10 szinttel kisebb. Itt a madár. Halló? Miért nem látom a... Ja, csak simán megint nem le... Na igen, azért vannak érdekes dolgok a játékban, mint például, hogy nem lehet látni a bossnak a HP-ját. Fogalmam sincsen jelenleg, hogy hogyan állunk. Ami azért sokat segítene azon, amikor például rá akarok hemelni, hogy most akkor all-in-be elkezdem ütni vagy gyilkolni. Uha. Hogy ezt megtehetem-e egyébként vagy sem. Ez sokat segít, ha látom a HP-ját, de hát ez ugye húz is. Mert amúgy nagyon nagyokat ütök, meg cserébe rengeteget is hílelek magamon. De azért elérjük a határunkat, például most már nincs több health potionünk. Ami azért... Ezt megvárjuk. Lefixálódott. De jó lenne tudni, hogy mennyi élete van még. Ha úgy látom, hogy nincs semmi speckó, kimennek le a damage-ek. Hát előbb-utóbb majd csak meghal. Szók eléjük, arra figyelni kell. Persze. Kedves, most már lassan azért megpusztulnia. Most jönnek kicsik, oké. De ez a módi? Csak kicsik akarnak itt meg. Hát jó. Szerencsé... Ezt a HP-t itt össze kéne szedni úgy. Jusson, mennyi mini madár jön le? Daráljuk le szépen Blade-Blade-e? Azaz. Egyébként alapvetően ezek a monolitoknak az ilyen alapkövesztjei azok annyira nem izgalmasak, ahol csak így gyűjtögetjük. Az tényleg ilyen kicsit ilyen grind feelingű. Jézus Isten. Viszont cserébe ezek a boss fightok, ezek nagyon faszán meg vannak csinálva. Kivéve amikor ugye nem látjuk a HP-t, mert az elég zavaró, de hát ennyi baj legyen. Szóval a build király amúgy már ki tud healelni ilyen masszív damage-eket. Bár azt azért meg kell hagyni, hogy...
hogy 10 szinttel kisebb helyen vagyunk, ugye, hiába ez az end bossza annak az Echo-nak. Meg is van, most halt meg. Itt választunk most egy újat. Increase Relic Drop Rate, Increase Bad Drop Rate, Increase Helmet Drop Rate. Van-e bármelyik, ami nekünk annyira kell? Hát, egy övet, egy új övet, ez nem lenne rossz. Ez Fire Damage-et ad, úgyhogy ez egész jól működik. Sőt, úgy emlékszem, hogy van valami olyan külön értékünk. Nincsen. Azt mondom olyan, hogy amikor mi sebződünk tűzből, akkor valami történik. De lehet, hogy ezt csak láttam, találkoztam vele. Timeline Convert, ott van a Blessing hozzá. Ha ide jövünk, akkor több öveshet, ami egyébként nem rossz. Meg itt van egy Set Relic, Freeze Rate Multiplier. Hát nem éppen amire szükségünk van. 11 Chance to Ignite on Hit, az nekünk nem rossz. És 7% Missing HP-nkat visszatöltjük, amikor charge-olunk. Ez érdekes. Minek a helyére menne be? Kis Psychical Damage és 16% Fire Damage, az nem. Hát ez a baj, a többit már nem érdemes lecserélni, de ez egy nem rossz idol egyébként. Ó, meg kaptunk kulcsot. Ja igen, vannak dungeonek is. Azt is érdemes megemlíteni. Nézzünk meg egy dungeont. Mit szóltok hozzá? Úgyis azt mondtam, hogy dungeon és monolit farm lesz. Most elvileg kinyílt egy új monolit. Na, elmegyünk egy dungeonbe, és utána megnézzük az új monolitot, mert ott még én sem voltam, amit most kinyitottunk. És igazából ez így nagyjából az endgame a játéknak, ezt így elég sokáig el lehet húzni, de ez már annak ellenére, hogy még nem vagyok százas, kényelmesen az endgame-nek mondható. Na, így. Ezek most igazából nem fontosak. Kérdés, hogy melyik helyre menjünk. Van temporál sanctrumunk. Ja, hülye vagyok, observatóriba először elballagunk. Csak elrakjuk, amit el tudunk. Mert nagyon király, hogy bármennyi stashünk és bármilyen kategóriánk lehet. Az ilyen rendezgetőmániás OCD-s állatoknak, mint én, ez amúgy kurva jó. Csak hát ugye vannak olyan hátrányai, hogy... Mi történik? Szóval vannak olyan hátrányai, hogy rengeteg, de tényleg rengeteg goldba kerül az, hogy ide be tud pakolni. Tehát, hogy egyszerűen nem győzöm növelni őket, ez például... Hát, én ezt így egy mage-hez adnám most még, de mondjuk itt vannak open exalted dolgok, de be lehet dobni, meg ezt a nekrotikosat is, csak hogy elférjen. Nyakláncok. Szóval, hogy így amúgy nyugodtan el lehet pakolni minden cuccunkat, de rengeteg goldba kerül rendesen elhelyezni őket, ami azért némileg probléma. Ez például az Acolyte, oda jöhet ez, és akkor el tudjuk rakni ezt a kardot, és egy kicsit rendet rakunk. Az még úgy pont nem jó. Az még úgy pont nem lesz jó. Így, és akkor már ide fér. Ja, ezt meg azért nem szortolom, mert ezek el vannak rendezve, hogy amikor lesz elég goldom arra, hogy megcsináljam a többi tabot, akkor szépen kategóriánként Fire, Gold, stb. Be el tudom pakolni ezeket is. Mint például ez a Poison Damage itt, az egyelőre most a kulcsoknál van jelen. Ez a Poison, a sor. Ez Void Damage, az azt hiszem ez, úgyhogy kurvára nem férnek el a kulcsoktól, de ennyi baj legyen. Ugye ezeket is gyorsan rendet rakunk, meg úgyis el akarunk vinni egy pár kulcsot. Így, meg akkor ezek is kikerülhetnek ide, hogy... Ugye a dungeonok itt úgy működnek, hogy így random kaphatsz kulcsot, meg az echo-kból is jöhet kulcs, és egy ilyen kulcssal kell kinyitnod. Na most... Chance to bleed. És void damage volt. Ja nem, ez is void damage, ez physical damage, ez meg void damage. Akkor így. Oké, okay, na ez meg egy szed darab, ami most nálunk marad, mert nem fér be. Tehát, én azt mondom, hogy menjünk a Lightless abor. Ja, még mindig előbb observatóriba megyünk, mert ott meg tudjuk nézni, hogy milyen questjeink vannak, amik ilyen extra dolgokat dobnak.
választhatunk két faction közül, amikor elérünk egy bizonyos szintet és végigjátszottuk a kampányt, és akkor azok adnak ilyen külön extra questeket, amiket ha megcsinálsz, akkor nem tudom, dob 10 idolt, ad egy csomó goldot, ad egy csomó shattering runát, szóval ilyen specifikus, mindjárt látjátok, rewardok járnak érte, ami alapján ki tudod választani azt, hogy neked majd mire lesz szükséged. És akkor itt meg tudjuk nézni azt, de azt nem is nála. Igen, ez ilyen gambler, ez nem kell nekünk. Szóval, ha ide följövünk, akkor itt meg tudjuk nézni ennél a kígyónál, hogy mik vannak aktiválva. Például most nekünk van olyan, hogy a Sanctum of the Architect-ben, ha öljük meg Liatot, és akkor ezért kapunk 5 Grand Idolt. A Black Sun timeline-on öljük meg a Black Sun-t, az a quest, ezt 4-szer tudjuk megcsinálni, és akkor megkapjuk a 4 aréna kulcsot, ami megint egy külön ilyen dungeon-szerű dolog, ami például ehhez kondíció, hogy aréna tier 3-on öljük meg ezt a Wolf Mode, ami egy Unique Idol-t fog dobni, ami rohadt erős, de ez amúgy jó nehéz is. Bármilyen monolitba öljünk meg a Shade of Orobiszt, azért kapunk 8 Rune of Shatteringet, ami 16.000 goldnak felel meg, ha megvennénk, és az mindig kell. Aztán ugyanígy monolitba 6 darab Void Horror halljon meg, az ad 11 darab rúnát. Akkor mi van még itt nekünk? Temporal Sanctum Dungeon Tier 3, az mondjuk rohadt nehéz, azt nem fogjuk tudni most megcsinálni még, de az 12 glyphet ad, ha ott megöljük a boss-t. És akkor még ami nekünk aktív, az 3 darab Exalted Ringet kapunk, ha bármilyen rare enemy-t legyőzünk a Soulfire Bastion Dungeonbe. Úgyhogy most meg fogjuk nézni, hogy mik vannak még, és keresünk olyat, ami ehhez hasonló. Soulfire Bastion Dungeon például, 2 unique amulet, annyira nincs rá szükségünk, de jó lehet, hogyha esetleg oda akarunk nézni. Tier 3 az attól egy picit azért tartok, annyira nem hiszem, hogy erős vagyok, de délen lehet jó választásunk. Exalted Wand, Exalted Offhand, unique, 2 darab Unique Weapon, Any Dungeon Tier 2, az még működhet is. Two-Handed Spear, hát... Any Dungeon Tier 2, ez a Temporal Sanctum volt. Jó, tovább megyünk. Megnézzük, mi van még. Bárkinek bármi nem tiszta és érdekli, és valamilyen kérdés van, azt tegye fel nyugodtan chaten. Beszélünk róla, 6 darab Giant Scorpion halljon meg, és akkor Unique Body Armor-t kapunk, az annyira nem. Black Sun Timeline-on fejezzük be. Hát jó. Arena Tier 4, jó ég. Lightless Abort Tier 4. Hát azért itt vannak. De bármilyen boss is az ad 4, egy 7 darab Arcane. Ez meg Death of a Boss Unique Armor-t ad. Nem kellenek Unique Armor-ok. Egyelőre semmiképpre sem. Na, Rune of Discovery annyira nem. 14-es Corruption Manalitot kéne megcsinálnunk. Ott kéne megölni 7 rare enemy-t, és akkor Hybrid Health Affix-ot kapnak, az nem lenne rossz. Bármilyen Affix Shard. Bármilyen Glyph. Lightless Abort, Small Lagoonian Idol, az a baj, hogy megint erre nincs szükség. Hát lehet, hogy akkor inkább Temporal Sanctumba megyünk, onnan elég sok glyphet tudunk összeszedni. Glyph of Despair, 3 darab, wow! The Age of Winter Timeline, jó, hát azt mondjuk, ezt kiválasztjuk. A Glyph of Despair az rengeteget ér, az nagyon-nagyon jó. Death of Exalted Mages az nem olyan rossz, meg nem is nehéz alapvetően. Rune of Refinement annyira nem kell, van belőle, 11 random rúna, és szóval ez is 3 Glyph of Despair. Hát azért, ezek nem rosszak. Van egy csomó favorünk, amit elhasználtunk, úgyhogy Lightless Abom megint, Monolith, Arena Champion, Soulfire Bastion. Azt hiszem van aréna kulcsunk, ezt összeszedem, ez jó drága is volt. Rune of Ascendance nem kell, Critical Strike Avoidance Affix Shard nem kell, Glyph of Chaos az nem rossz, de nem megyünk 3-as tiert most. Miért akkor még lemegyünk délre, mert itt volt
Soulfire Bastion, Stolen Lands Timeline, az is Soulfire Bastion. Temporal Sanctum Tier 4. Jó, hát ez level 1-es, ezt azért összeszedem, nem baj, ha ad extra bugit hozzá. Exide Mage. Nem, ez Arena. Ezek bármilyen monolit. Hát az Exalted Jewel, hány darabot ad? 4-et. Exalted Jewelry az egyáltalán nem rossz választás. A Rare már annyira nem jó. Meg a Unique sem, ami azt illeti. Jó, itt voltak még a rúnák. Aha, Rune of Ascendance. Hát ez 480-as, ezt beváltjuk, csak hogy rolloljunk egyet. Mindig amikor kiválasztasz egyet, akkor a következő adagot átrollolja. Na, Stolen Lands Timeline, oda úgyis menni fogunk majd. Jó, akkor én úgy érzem, hogy ezt most itt kimaxoltuk. Amit össze lehetett szedni, ezt összeszedtük. Még itt van egy 420-as Any Dungeon Tier 3 Glyph of Dispel. A Dispel az jó, az nagyon értékes és ritka, mint a szar, úgyhogy... Na hát, és akkor most... Szerintem a Temporal Sanctumban van a legtöbb questünk. Nincs valami... Tehát sem nincsen szűrőre. Soul Bastion... Soulfire Bastion... Soulfire Bastion Tier 2... Temporal Sanctrum, Soulfire, Temporal Sanctrum, Monolith Arena, Black Sun Timeline, Monolith. Jó, hát akkor szerintem egy Black... egy izét fogunk menni. Soulfire-t, hol van itt a láda? Ott. Szervusz Martin, szervusz Ádám. Hát, figyelj Ádám, ha meg kéne, hogy győzzelek, hogy ve... Ahhoz kell egy kis info. Nem szeretnélek meggyőzni semmiképpen egyébként, főleg, hogyha a Diablo-t is most vetted meg, mert akkor amúgy azért a Diablo nagyon jó, de a hosszú távon, ha olyan játékot keresel, amivel sokat fogsz játszani, akkor ebben több potenciált látok, mint a Diablo-ba. De az első kérdésem, hogy jó tanácsot tudjak ebbe vanni, vagy legalábbis megpróbálhassam a legjobbat kihozni belőle, az az, hogy mennyire ismered az ARPG-ket, meg ezt a zsanrát, és a Diablo-t, mint franchise, hogyha ismerős, akkor mennyire szereted. Ez fontos hozzá. Nem, mivel az is egy ilyen csillagképben mozog, Martin egyébként hasonlít arra, de az nem skill elosztás volt, hanem extra questeket vettünk föl. És most a Soul Bastion ez. Persze abban van a legkevesebb nyilván. Igen, oda szeretnék. Ja, ott még nem voltam ezek szerint. Alapból WoWa base game. Ha WoWa base game, és még sosem játszottál ARPG-vel, és most vetted meg a Diablo-t, akkor én azt javaslom, hogy meguntad a content hiányt, és ugyanezt érzed a Diablo-nál. Hát akkor érdemes megvenned a Last Epoch-ot, bár én egy kicsit még nyomnám esetleg a Diablo-t. Hány és milyen karaktered van? Milyen build-el próbáltad ki? Játszottál-e többfélét? Van-e több, amit felhúztál 100-ra, vagy így az endgame-et azért annyira nem kóstoltad meg? Egy kicsit segíts kérlek, hogy mennyire vagy tapasztalt Diablo-s, fogalmazzunk így. Mert teljesen átérzem, hogy ráuntál. Csak nem mindegy, hogy mennyi idő után és hogyan untál rá, mert lehet, hogy a zsanra nem való neked, és akkor valóban kár 10.000 forintért megvenni ezt a játékot is. De ha alapvetően ez így, ez a koncepció, meg ez a játékmód, amit képvisel, az tetszik, meg nem tudom, hogy a baráti társaságban van-e valaki, akivel tudsz játszani, bár mondjuk ugye Discordon azért ott elég nagy mennyiségben található játszópajti jelenleg, úgyhogy azt javaslom, hogy ez a csatlakozta még nem tetted. Társkeresőben biztosan találsz egy-két embert, aki hasonló érzésekkel van, és akkor így megpróbáljátok együtt kipróbálni, mert az egy egészen más feeling. Vagy ha meg nagyon ráuntál és könnyűnek érzed a játékot, akkor tudom javasolni mind a kettőben a hardcore-t. Hát figyelj Martin, ez a WoW-ra igaz lehet, de egyébként a Diablo-t egyszer megveszed, Isten, nem kell rá költened. Költhetsz, ha akarsz, de nem sok értelme van.
Pont a legutóbbi streamen beszéltük meg, teljesen kifakadtam, hogy így 30 euróért meg 60 eurókért olyan dolgokat raknak be Steambe, hogy így hát aki megveszi, meg is érdemli, ha olyan hülye. És most no offense. De aki vesz 30 euróért egy reskinelt teleport pakkot, az... hát igen. Ott egy Exile Mage arra is van. Lehet, hogy nem vettük fel a questet, de azt sose baj, ha megöljük. Ezek az Arcane Mage-ek amúgy viccesek, én nagyon szeretem őket. Csak sajnos az esnek többségében szarcsa dobnak, ami hasznos, de ettől függetlenül vicces, hogy így ilyen száműzve lett a gonosz varázsló, azt így két ütésből pofán vered, ja, dobott kettő darab sárdot, itt something, maradjunk ennyibe. Kérdezi is itt valaki csatán, hogy a dungeonekhez ugye kulcs kell. Ja igen, és ugye itt nem úgy néz ki, tehát hogyha itt meghalsz mondjuk a kampány közben, egy quest közben, akkor ott nem resetelődnek a mobok. Tehát mondjuk a bossnak a HP-ját leütötted 70%-ra, és utána elrontottad, akkor ugyanúgy 70%-on fog maradni, nem kell előről kezdeni. Ellenben viszont a dungeonök, monolitok, meg ezeknél, ha meghalsz, akkor rip. Akkor resetelődik az egész, nincsen olyan, hogy onnan folytatod, elbuktad az extra rewardot a monolitnál, a dungeon kulcs meg oda, és meg kell próbálnod újra. Egy újabb kulcsért természetesen. Rugó Penetration Shot és Twisted Blade-et játszottál. Jó. Akkor én azt javaslom, mielőtt megveszed ezt a játékot, főleg ha van, aki közvetlen környezetedben tud segíteni, nem tudom, hogy mennyire ér hozzá, de ha esetleg csak ő is specifikusan meg általánosságban tud neked segíteni, akkor javaslom, hogy a csatornán azért nézz szét, mert a Diablo 4-et, meg így az Unblock a Diablo-t már egész jól lefettük, és a legtöbb dologra megtalálod a választ a videóinkban, és válasz egy másik kasztot. Az én személyes kedvencem egyébként a Sorcerer és a Barbár, így kézenfogva az első helyen. Most már elmondhatom, hogy mindegyik karakterrel csináltam egy buildet legalább, úgyhogy ezeket ki lehet választani. A Pulverize kokain medve első buildünk, amit megcsináltunk, megtalálod azt is a csatornán, hogy kell összerakni, mik kellenek hozzá. Úgyhogy javaslom, hogy válasz ki egy olyan kasztot, ami vagy más stílusú range-et, tehát például a Wizardot, vagy itt most Sorcerert, vagy valami jó milit. Tehát a Barbárnak most a charge build-je az nagyon élvezetes, az tényleg nagyon lehet pörgetni, vagy a Pulverized Druid is egy elég király, és ez mindegyik, főleg a Barbár build-je egyébként olyan, hogy az adott gearből, ha ráunsz, nagyon könnyű egy másikat csinálni. Ott tényleg egy-két dolog átalakításával könnyedén használhatod a meglévő statokat. Úristen, ez csak 45-ös, hát akkor ez nem lesz nehéz. De vagy a Tier 2 legalább jobban fog pörögni. Úgyhogy én ezt tudom neked javasolni, mielőtt megvennéd ezt a játékot. Noha, én nagyon-nagyon élvezem, és nagyon szívesen ajánlom bárkinek, nem szeretném azt mondani, hogy hagyd a Diablo-t a francba, és vedd meg ezt, ha RPG-zni akarsz, mert ha a Diablo se jött be, lehet, hogy ez se fog. De lehet, hogy a Diablo azért nem jött be, mert kihúztad azt az egy karit, két build-el kipróbáltad és arra ráuntál, az lehet monoton. Lehet, hogy egy másik karakter megtalálja azt, ami miatt, na igen, ez az a játék, ami neked kell. De ez csak az én elképzelésem, az én tapasztalataim. Te ismered magad meg, hogy mennyire szeretsz egy-egy játékot. Húha, az igen. Ja, a Prophecy Fulfilled, jó. És már akkor ennyi. Egy ilyet kellett legyőzni az egyik questünkbe. Az... nem tudom, hova izgulok 44-es szinten, ez egy picit kisebb, mint a miénk. Itt gyorsan végig kéne rusholnom. Search for the Fire Lich. Hát figyelj, ha mindet kipróbáltál és így is azt érzed, hogy a Diablo-ra ráuntál, akkor érdemes beruháznod egyébként, ha alapvetően élvezted, csak úgy érzed, hogy nincs benne elég content, mert ebbe
Hát nem tudom most hány órám lehet, de szerintem ilyen 60 biztos az elmúlt egy hétben. És nagyon nem azt érzem, hogy, hogy nincs content, ami irányába dolgozhatok. És mondom, a legrosszabb részét azt mi lefettük a csatornán, arról is van videó, hogy kell craftolni. Illetve majd még jönnek azért, hogy nagyjából hogy építhetsz buildet. Eleinte nem is kell követned semmit egyébként, mert annyira jól össze van rakva, ha egy picit tudsz angolul, de legalább Google fordítóval lefordítod a skilleket, akkor így össze fogod tudni rakni, hogy mi mellé mi működik jól, és nagyon könnyű benne áttalentelni. Egyedül a masteridet döntsd majd el fixen, hogy mi legyen, mert azt nem lehet változtatni. A mastery alatt pedig azt értem, hogy amikor elérsz egy bizonyos szintet, akkor a Sentinel, most az én klasszom, ami olyan, mint a Crusader mondjuk, a Sentinelből ki tudom választani, hogy Forge Guard, Void Knight vagy Paladin leszek. És amelyiket kiválasztom, annak a teljes bordja elérhető lesz, míg a másik kettőnek csak a felét kapom meg. Tehát például egy fullos Void Knight buildet már nem fogok tudni építeni, mert Paladin Mastery-re mentem, ehhez föl kell húzni egy másik Sentinelt, ami egyébként engem picit dühít mondjuk, hogy még pénzért sem lehet a Mastery-t változtatni, de ki tudja, lehet ezen később majd változtatnak. Viszont annyi féle build van tényleg, hogy konkrétan fölhúzok még egy Sentinelt, azt teljesen másképp is játszhatom, és nem tudom ugyanazzal a karakterrel megcsinálni, tehát egy új content ág, amit végig játszom benne. Ó, oh, Glyph of Despair, wow. Igen, Brandon, engem csúnyán beszívott, de én mindig is imádtam az ARPG-t. És egyébként pontosan azt élem meg én is, amit Ádám, hogy azt érzem, hogy a Diablo 4-gel nincsen értelme játszani. Mármint, hogy nyilván, mivel nektek contentet tudok belőle csinálni, értelme van, még oda nem proszíderünk, maradt egy láda. Nyilván, tehát értelme van vele játszani, csak nem annyira élvezetes. Tehát, hogy most már tényleg ott tartunk, hogy most a seasonokban felhúzok legalább egy karakter 100-ra, így most már van 3 vagy 4 darab 100-asom, lassan minden kaszból egy. Nem tudok oda menni, mert nem nyílik ki a izé. Hát ez olyan kurva nagy kört nem fogok menni, halló. Ezt nem lehet szétlőni valahogy? Nem. Hát jó, akkor mindegy. Várjál csak, ez nem segít. Nem, lófasz sem segít. Jó, hát akkor megyünk tovább, akkor whatever. Annyira nem fontos ez a láda. Szóval én is azt érzem a Diablóba, hogy így ráúsz hamar. Mert igazából mit csináltak? Hozzáadtak egy bosst az előző seasonhöz, ami egy helyben áll, és jönnek trappek. Meg a dungeonök most már trappesek is lehetnek, jupi. Itt például a farmolás része, hogy egy specifikus itemet most láthattátok egyébként ott a csillagképeknél, sokkal jobb és élvezetesebb, mint az, hogy a 70.000. Duriel Runt mész, hogy kiessen a nagypapa és legyen egy olyan fegyvered, amivel, ezt is beszéltük a múltkori streamen egyébként, amikor a barbárt mutattam be, hogy egyébként semmi értelme nincsen annak például, hogy az én meglévő barbáromnak bármilyen Uber Unicot kifarmoljak, mert annyit fogunk elérni, hogy a 15 meg 30 milliós crit meg overpower damage föl fog menni 50 és 100 millióra, amivel annyit érünk el, hogy nem 15 milliót, hanem 30 milliót fogok overhitelni a bossoknak a HP-ját. Tehát, hogy így is 2-3 shotból meghalt Duriel, nem igazán érzem azt, hogy ide több damage kéne, inkább több defense, de az meg nem igazán van egyik Uber Unique-ban sem, úgyhogy tök mindegy. Innentől kezdve, Ádám, teljesen egyetértek veled, rá lehet unni nagyon könnyen a játékra, ennél ez a probléma nem lesz meg. Tehát ha ez a gondod, de az ARPG-t szereted és amúgy szeretnél diablózni, csak kéne bele content, akkor last step-ok teljes mértékben pöröghet. Mondom, én nem szeretnélek se arról meggyőzni, hogy megvedd, se arról, hogy ne, mert én csak ajánlani tudom, de ha most vetted meg a Diablót, akkor nem biztos, hogy ténylegesen kiégtél, lehet, hogy egy új saját kasztot megpróbálva jobb lenne, vagy az új seasonbe előveheted, nem maradsz le szerintem semmiről, ha mondjuk egy hónapot vársz vele, és a kövi seasonben még adsz egy esélyt a Diablónak, de ha a most elhangzottak alapján úgy érzed, hogy
hogy azért ezzel a Last Epoch-kal te ellennél, mert diablózni, szívesen diablóznád, csak nincs mit tenni, akkor... akkor semmi, akkor nem tudok olyat mondani, ami miatt nem éri meg megvenni. Ha csak abba belegondolsz, hogy az 5 kasznak 3 masterje van fejenként, tehát 15 különböző build minimum létezik, de az ugye inkább 15 különböző kasznak minősül. Nyilván vannak átfedések, így a mastery pontokon belül, de egy Void Knight az teljesen más buildeket csinál, mint a Paladin, amit most én játszok. Nyilván vannak ugye a képességek azért alapvetően a Sentinelnél megvannak a base képességek, tehát mindegyik tud valami olyasmit építeni. Ott is van egy ilyen voidos Blade build, de az például azt csinálja, hogy mikor így pöröksz, movement speedre játszik, és mögötted leidéz pengéket, amik pörögnek ott tovább. Tehát hogy az tényleg az nem arra játszik, hogy ez a feeler ability, és a Judgmenttel ugye bánsatolok bármit, hanem pöröksz, és a szépen ledarál mindent. Tehát az is egy másik játékstílus. Na hát, de ki ne ég neki 150 kör ugyanazon boss után, ami ráadásul még csak nem is kihívás, és nem is változik. És ezt nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a külföldi Diablo meg ARPG streamereket. Rob, ő az egyik legjobb, barbárhoz legjobban értő streamer. Ő mondta, hogy ez az új crafting például Diablo-ban, hogy ugye Uber Unicot is tudsz craftolni, hogyha 5 darab ilyen, nem tudom milyen essence-t összegyűjtöttél, amit az Uber Unicok lebontásáért kapsz. Ami király, csak az az ember, aki nem farmolja ki a saját Uber Unikjait, annak nem lesz 5 darab fölösleges. Tehát a legtöbb embernek nem azért nincs meg a saját Uber Unikja, mert nem az esett ki neki, ami kellett, hanem azért, mert egyszerűen 150 után nem esett semmi. Tehát ha mondjuk azt, hogy 100 ránonként esik egy, akkor is kell 500 rán, hogy megszerezd exakt azt, amit te szeretnél, ha nem vagy olyan szerencsés. És hát azért lássuk be, hogy ez nem annyira baráti. Na például ennek a bossnak fogalmam sincs a képességeiről. De, ja igen, és ezt akartam mondani, hogy itt például ezeknek a dungeonöknek a végén a bosszok nyilván ugyanazok, de van egy... Nézzétek meg, ez 44-es. Én 70... Hányos vagyok? 74-es, tehát ez 30 szinttel kisebb, mint én. A buildemen azért láthatjátok, hogy a legtöbb dolgot vásatolni tudom. Oda kell figyelnem arra, hogy belelépek-e a szarjaiba, vagy sem. És mivel nagyon-nagyon sok... hívják van... Most például nem tudok hova állni, meghalt. Jó, de nyilván ez nem volt nehéz. Tehát, hogy azért félrejtés ne esik, nem volt nehéz. De ha egy picit nagyobb, egy tier 2, az már most lehet, hogy meg fog fogni. És hát 3 darab legendári nekünk. És ha jól emlékszem, akkor a dungeon végén tudok beáldozni goldot, hogy több rewardot kapjak a ládából. Én így emlékszem erre, de mindjárt nézünk. Te ki vagy? Fantastic work, Soul Gamble, mi a fasz? Soul Ember cost, van Soul Emberem? Az micsoda? One-handed sword, rare exalted one-handed sword. Nem akarok, vagy hát nem tudom. Ez mikor? Ja, régen adtuk el, jó. Na, mik ezek? Millipsical damage for minions, nem? Ez mind a kettő primaliszt. És... ezen több resistance, ezzel egyel több HP van, jó? És ez mi? Chance on hit to gain 2 ward per ignite and damned on the target. 30 ward per ignite and damned on you. És ez a... aha. 2 second cooldown. Cast speed, ward retention, increased fire damage. Az nekünk nagyon jó. Aha. Pszichedemistől megválthatunk, még ez annyira nem kell. Endurance.
már nincs, de ezen is van fire damage, ezen nincs fire damage, akkor ezt így felvesszük. Azt mondom, hogy a legjobb, de ó, plusz egy to warp pass, az amúgy nem rossz. Melee damage, több melee damage, elemental resistance. Hát strength-et nem tudunk ott belerakni. Ja de, mert csak két affix van rajta. Na, megmutatom a forcsolást, nézzétek csak. Van már kaptunk már Glyph of Dispert? Kaptunk, úha. Hát ebből elég jót lehet csinálni. Egy fél pillanat türelmet kérek szépen, srácok. Rá kell nézzek, hogy mi van a gyermekeimmel. Mert úgy látom, hogy asszony nagyon... nagyon üzenget. Egy fél pillanat türelmet és visszatérek mindenki. Jó. Alszik mindenki. Mindenki jól van. Köszönöm szépen, srácok, a türelmet. Vissza a forginghoz. Na! Szóval ebből a chestből actually csinálhatunk egy hasznos tárgyat. Mert a Rive vagy a Warpass kapja, az nem számít. Van egy üres slotunk. Amit a Glyph of Despair csinál, az, hogy megadja az esélyt annak, hogy hozzá szílelje, tehát hozzá kösse, azt gyorsan kivesszük azt a shattert onnan. Szóval, hogy hozzá szílelje az affixot a gearhez, tehát ne foglaljon helyet. Ergo, én most ezt a Warpass-t megpróbáltam belerakni így a buildünkbe, ami azt jelenti, ráadásul az increase melee damage is elég nagy rajta, ami azt jelenti, hogy ez sikerül, akkor van ott még egy szlotom, és a Rive-ot is rá tudom rakni. Én erre rápróbálok most, és sikerült, nagyon király! Na, ez most azért kurva jó nekünk, mert most van két helyünk a fixnek, amiben bele tudom rakni mondjuk a plusz egy Rive-ot még. Hol van? Level of Rive, itt is van. De még tudok hozzárakni Increased Fire Damage és Ignite Duration-t, ami több ideig van rajta. De mivel kettő belefér, szerintem teljesen megengedhetjük magunknak. Van amúgy a Lunghoz is, csak azt annyira nem akarjuk használni, mert ugye ez a két... Sőt, ami azt illeti egyébként, ha kicsit várunk, ha kicsit kevésbé leszünk greedik, akkor van egy olyan, hogy Level of Judgment. You have no shards, és ezt ezek szerint nem is mutatja. Nem, itt nem tudom megnézni. Úgy néz ki, hogy csak ami megvan. Mert van a Judgmentnek is egyébként ilyenje. Most van removalünk. Na jó, erre mindjárt visszatérünk, mert ez ebben én látok most egy nagyon nagy potenciált. A jutalmam, merre van a jutalmam? Engem az érdekelne, mert ez itt a saját ládám. Vagy mikor a saját ládám, akkor keressük, próbáljuk meg megkeresni, hogy Abyssal Echo, Erasing Strike, Divine Orb, Devouring Orb, Puncture, Vengeance, Volatile Reversal, Manifest, Smelter's Wrath. Egy olyan gírt keresek, amin a Judgmentnek van Infernal Shade, Volatile Reversal. Szóval amin a Judgmentnek van plusz statja, de úgy látom, hogy ilyen nincsen sajnos. Pedig tudom, hogy volt, csak ezek szerint nem szereztem meg, vagy már elhasználtam. Mert nem lenne rossz egyébként ott a Warpath mellé berakni egy Judgmentet és egy kis extra fire damage-et rá pattintani még erre a chestre. De nem fogok várni egy Judgmentes ability-re, ez tuti, mert az rengeteg idő, meg nagyon kis eséllyel esik ki. Úgyhogy ez most akkor kap nekünk itt egy Rive-ot. Persze Glyph of Hope, ne használjál, légy szíves, nagyon jó, köszönjük. Tud, benne van a Rive, és akkor szerintem egy Increased Fire Damage és Ignition Time az nyugodtan mehet. Ugye megnézem még, ha Fire-re miket dob ki. Fire Damage Overtime, Increased Fire Damage and Ignition. Szerintem ez így tökéletes. Na és akkor milyen stat régióink vannak? 8-15 között 12% melee damage nem rossz. 38 és 40 kezdő között fire damage az minimum, és az meg fix. Jó, hát egyelőre még upgrade-elünk csak úgy, hogy kíváncsi vagyok, hogyha azt upgrade-elem, akkor az... Ja, a melee damage-et húzza mellette, aha. Ó, critical success azt jelenti, hogy más is hízott vele, nagyon jó. Aha. Jó, hát mivel a melee damage-et annyira nem kell húzzuk. Hát, az még mindig. Jó, húzzuk fel először a tűz és...
Plusz egy... Na, milyen kriteket húzunk, ráadásul Forging Potential nélkül? Mi van veled? Úristen. Ez is ötösre fölment, meg ez is ötösre fölment, és ezt nem is használtuk. Szuper. Na, és akkor itt most van nekünk Elemental Resistance, meg Health, ami egyébként mind a kettő nagyon jó. Úgyhogy igazából csak felhúzzuk őket is. Tier 4. Kettő darab Forging Potentialünk maradt. 12% HP, vagy 20% Resistance. Ó, és nem használtuk el. Na, és konkrétan elértünk egy olyan pontra, ez egy nagyon baszó chest amúgy most jelen pillanatban nekünk, hogy három szintet még lépnünk kell, hogy tovább tudjuk upgrade-elni ezt a gírt, és van még benne ennyi Forging Potential, hogy minden tier 5-ös legyen rajta, plusz a Warpass Increase Melee Damage-el lefixálva. Ja, és plusz két stat a Rive-hoz, azt most látom. Úgyhogy... ezt meg leseterölhetjük, mert igazából nem kell, ami benne van, és vissza is kaptuk a Rive Shardot, amit elhasználtunk. Ez a chest itt, ez most egy korrekt chest. Erre azt kell, hogy mondjam, hogy ez most egy elég masszív, nagyon faszarol volt nekünk. Spell damage, elemental damage, throwing damage, minion damage. Hát ez semmi nem kell ezek közül. Ezeket megszüntetjük. Mert ezek csak a statok, shardok miatt kellenek. Vagy mondjuk van hit strength, az a strength shard sem rossz. Oké, na! Divine Era. Akkor itt most még sincs. Search for... Ja, de várj, search for the fire leech. Nem azt töltük meg az előbb? Vagy most visz oda? De menő ez a... ez a kinézet. Na bocsi, Ádám, közben elhanyagoltam itt a kérdéseidet. Wolfhoz képest fura, mert ott 80 millió ability van. Igen, ez tény. Hát ja, figyelj, én azt tudom neked mondani, hogy ha nem fog ettől éhezni a család, hogy ezt a játékot is megengeded magadnak a hónapban, akkor Diablo season-önként felugorhatsz rá, akkor nem vészted az a menise, játszol vele egy pár hetet, aztán visszatérsz hosszú távú lásztapokozni. Én nagyon valószínű, hogy valami ilyesmit fogok csinálni, a egyébként, most itt mi a fasz van? Ennyi volt? Nekem ez egy picit fura most. Az nem a Divine Era-ba volt. Soulfire Bastion. Nem találkoztunk a bosszal? Ez valami véletlenszerű, vagy mi? A stream alapján fogod eldönteni, hogy megvedd-e, vagy se? Az részben jó, részben nem, mert... hát azért nem biztos, hogy én vagyok rá a legjobb példa, de értékelem. Most kicsit még nagy a nyomás, de attól még... Remélem, hogy sikerül meggyőzzelek arról, hogy ez a jó döntés. Na hát akkor nyomjunk még egy ilyen Soulfire Bastion genyót, most már megvan a tier 2? Remélem. Meg, akkor jó. Na ez már a szintünknek megfelelő. Soul Glamour's inventory contains two additional belts, 50% increased enemy damage, 50% increased enemy health. Jó. Csak beengedném. Köszönöm. Hát azért most történt némi upgrade. Igen, ez a... Hát itt át se jutunk, mi a fasz? És ennyi volt a kulcsunk amúgy. Ez miért történt amúgy? Most mi? Hűha! Hát Ádám, lehet, hogy most... ja nem, csak kirak, jó. Annyira combos, hogy a talaj megölt minket, de valószínűleg én basztam el valamit, úgyhogy most megpróbáljuk újra. Na most kajak ide rak, de miért ide rak ki? Fussuk neki még egyszer, szerencsére van kulcsunk bőven. A saját szintünkön egyébként meg tudnak pörkölni minket a mobok. Szóval ott azért szokott lenni némi probléma. Um,
De ez valószínűleg... Ja, ki kell venni a táskából. Ez valószínűleg azért van, mert egyébként közel sincsen olyan formában a gírünk, mint ahogy lennie kéne. És mindjárt elolvasom, hogy ez az extra ability ott mit csinál, amit tudunk váltogatni. Van egy olyan érzésem, hogy az adna nekünk valami resistance, hogy itt át tudjunk menni. Na nézzük. No transit... Igen, de elmondanád, hogy mit csinál? Soul fire... Szóval azért ütött rendesen. Szóval soul fire... Togas between fire immunity and necrotic immunity at the cost of one soul ember. Jó. És honnan tudom, hogy melyik van most? Ez fire immunity-nek tűnik. De nem az, mert ez üt. Et meg plá... Ja, hogy nem immun vagyok rá, csak kevesebbet üt. Hát a kurva anyád. Jó, hát... akkor megvárjuk, hogy feltöltsön a HP-nk. Mert úgy nehéz lesz amúgy, hogyha... És ebből tudjuk venni ott a végén a gamblernél a cuccokat. Jó, most már ezt is tudom. Szerencsére ezt nem vesztettük el. Na zsa! Ez a lounge-al ez jól, jól működik. Oké. Okay. Hát ez amúgy lehet, hogy... Ez lehet, hogy nem lesz egyszerű. De megyünk, a kulcs már bent van, úgyhogy haladni kell. Igen, ezt szerintem ezt ügyesen kéne használni majd ezt az immunitit. Nyilván látszódnak a pylon. Na most majd tudjuk, hogy mi történik a dungeonben. Meggyőzök valakit arra, hogy megvegyen egy játékot? Hát figyelj! Ennek örülök. Bár ez még az annó megéri sorozatunkkal, ami már nem elérhető. Azzal szerintem volt pár olyan cím, amiről sikerült meggyőznöm az embereket, hogy érdemes megvenni. Illetve pár olyan is, amiről arról is, hogy nem. Hogy nagyon ne vegyék meg. Na és most itt például átállhatunk nekrotikra, mert hogy ez azt lő. Az meg már ott fire, vissza. Ó, azért esi itt a loot. Time Rod Duration, ez például egy teljesen másik buildbe kell. Ez meg egy szutyog, de Exalted, úgyhogy... Ennek is idője van. De szerencsére ez a az ilyen nekróskat a Judgment teljesen instant kinyírja. Pedig ebben nincs holy damage meg hasonlók, de jól működik. Még nem vettem rá teljesen, hát figyelj, mondom, igazából nekem nem célom. Sajnos nem kapok belőle jutalékot, hogyha megveszitek ezt a játékot. Én csak abból kapok pénzt, ha támogattok, de igazából már az is jó, hogy néztek, úgyhogy ha ezzel tudok segíteni, hogy én itt szerencsétlenkedek, és te ebből el tudod dönteni, hogy neked ez a játék bejön-e vagy sem, hát ez... Ennél többet szerintem nem is kérhetnénk. Na, a sima lila, amit láttok, azok az Exalted itemek. Azok a... Hát, hogy fogalmazzak? Az epikek. Igazából. Amik ilyen rózsaszínesebbek, azok pedig be vannak állítva, hogy bármilyen klassznak, ha van plusz egy bármelyik statjára, mármint ability-ére, akkor ezt így színezzel. Ezáltal látom, hogy az ilyen plusz egyes rúnák, amik amúgy ritkák, azok hogy esnek, meg miként esnek. És nem hagyom ott őket a földön. Ami csak így itt villog, az meg mind olyan, ami kurvára nem szükséges a buildbe. Vagy én nagyon komolyan adnak rajta. Ja. Most mi ölt meg? Nekrotik volt rajtam, és itt nekrotik enemik voltak. Mi a picsa ölt meg? Na hát... Hát igen. Szóval, ja. A saját szinteden lévő dungeon az kokszos. Mert rajta van az a plusz 75, vagy ez a plusz 50% bónusz ugye mindegyiken. Úgyhogy elmegyünk egy másik dungeonbe. Mert van szerencsére másik dungeon is. Várjátok, ezeket lebontjuk. Igazából ezek kurvára nem kellenek.
Milletek víz, ezek egy, ez egyik sem kell. De ez egy gyűrű sem. És nem itt van, nem az, ja ott van még lejjebb, jó. Na, eladjuk azt, ami nem kell. Például ez az akolájtos. Hát ez mégis 15 gold, de ez sem kell, nem költök rá shardot, ez sem kell. Ezeket egyelőre meghagyom, ez sem kell. Ez sem kell. Így. 55, hát maradjon egyelőre goldunk. Na, kulcs. Lájt le szabor. Ja, meg kéne nézni a proficiency-ket meg, vagy a, mi a proféciákat megint. Úgyhogy elmegyünk, Divine Era-ba van a izé, ugye? Igen. Mert mindig, amikor mobot ölünk, akkor kapunk egy csomó ilyen favort, amit el lehet költeni, és most be tudjuk váltani egy másik dungeonben lévőre. Na jó, Martin, mondjuk a golem az tényleg szar volt. Tehát azért tegyük hozzá, hogy ez nem Viktoron múlott, hanem a játék volt egy fos. Azt nem is értem, hogy ezt a játékot hogy lehetett így elkúrni. Na nézzük, mik vannak. Sanctum of, igen, Black Sun, Arena, Monolith, Monolith, Temporal Sanctum, Tier 3, hát most láttuk, hogy a Tier 2 az nem megy. 11 Affix Shard, sima 1-es dungeon, az jó lehet. Soulfire Bastion, aha, ez a Dispert. Ez jó lehetett volna, de hát ezt látjuk, hogy nem igazán bírjuk. Mondjuk egy kicsit jobb odafigyeléssel biztos jobb lenne, de Monolith, ez meg Tier 3-as Soulfire. Az is Monolith, any dungeon Tier 3. Hát, azért ezek kemények. Temporal Sanctum Tier 3. Csak egy boss-t kell megölni és 3 unique jewelry, amúgy ez nem rossz. De nem. Nem, még mindig, na runák, refinement, hát nem, glyph, any dungeon tier 4, jó ég. Nem normálisak amúgy. Seth Helm, arena champion. Rare Crusader gauntlet, hát 8 darab kesztyű. Death Phobos Unicorn Mon, Lightless Sabor, arena tier 4. Az a baj, hogy az ilyen unique itemek ebben a buildben nekem annyira nem jó, bár nem tudom, hogy milyenek léteznek, tehát fejből nyilván nem tudom az összeset, de azok alapján, amiket néztem, ezt itt nem is értem, hogy ide, micsoda, unlocked rank 5, de rank 5 mi? Jó, mindegy. Na hát Arena Tier 2, de az, hogy Rune of Refinement nem kéne, erre ráforgatok egyet, az egyik sem kell. 11 runa, Death of Haraot, The Age of Winter Timeline. Az egy monolit. Glyph of Chaos, Temporal Sanctum Dungeon. Oda akarunk menni, de az most túl sokba kerül. Affix Shard, Arena, Any Dungeon. Lightless Abor. Szóval, Ádám, ezt akartam még mondani, hogy itt a Diablóval ellentétben azért, mint láthatod, már a saját szinteden is, de még amúgy a 30 szinttel kisebb dungeonben is a damage-em elég nagy volt, de oda kellett rá figyelnem. Ha sok damage-et kaptam be, ott is ki tud szopódni. Míg azért lássuk be, hogy a Diablo-ban a 10 szinttel kisebb mobhoz nyugodtan odállhatsz bármilyen gírbe és sosem fog tudni megölni. Na, egy Temporal Sanctumot megyünk még, így. Mert azért mégiscsak... Mégis csak dungeont ígértem mostanra. Aztán megyünk monolitizni, mert nagy... Monolitizni? Mint Monopoly. Monolitezni, mert nagyon sok questünk van oda. Van története, Martin, és pont azt mondtam, amikor a bétában volt, még akkor nem voltak cutscene-ek, és én ezt ugye meg is említem ott a reakciós videóban, ahol végignézem a trailert, meg így a patch 1.0-át, hogy én hiányoltam belőle, és most beleraktak. Nem olyan nagy epic cinematikok, de minden chapter végén van egy ilyen cinematikus magyarázat, hogy most itt mi történt és mit csináltál. Alapvetően így van egy ilyen ékkő, ez az epok, azt hiszem, ami a területeket különböző idősíkokba tudja áthelyezni, és a
ahogy végig megy a sztori, ezt akarja valaki ugye megszerezni magának, ez a Last Epoch, és akkor azt akadályozzuk mi meg technikailag. Na ez 25-ös, de ebből is csak egyes tiert csináltunk eddig meg. Tudj, de Entity Catch-ken, kösz, hogy hagytad, hogy végigolvassam. Kurva anyját. Travel between Divine and Ruined Eras without moving. Na, ebben, itt és ugye minden dungeonben van valami más mechanika, amit magával vonz. Ebben például az, hogy a Divine és a Necrotic éra között. 3 to healing hands, és ez rajta van a sis, akkor mi a fasz? Úristen, ez de broken egy... Kár, hogy nem használom azt az amit. Ja igen, még egy info. Gyorsan megalom, kösz. Wow. Szóval még egy info, ezek az ilyen lila abilitik, azok tier 6-osak. Tier 6-os és 7-es a fixet, csak és kizárólag dropból lehet szerezni. Tehát az Exalted itemen az akkor lesz Exalted, ha van egy tier 6-os a fix, ami kiesik, illetve Legendary meg akkor lesz, ha 7-es tierű van rajta, és ugye ezek magasabbak, mint amire lehet húzni, ez ráadásul nem is olyan rossz lore. Az, hogy egy statra 3 skill pontot ad, azt teszem teljesen broken. Erőt teszem, hogy ezeket ki kéne osszam. Ez mehetőt rá, meg ebben van még 2. Ez hogy is van nekem? A Ignite Chance az már most 100%-on van. Strike 2, damage, strike 2 area. First and second strikes, attack speed. If you have positive mana, revive second strike, pulls enemies but cost more. Man, nem akarok több manát költeni. Shot keys enemies below health threshold, az is valid. Hát ha nagyon túlhaladunk a szinteken, akkor... Ha nagyon túlhaladunk a kikért szinteken, akkor egyébként ezek... Vannak opcióink, hogy merre tudunk még fejlődni pontügyileg. Martin, légy szíves, ne javasold a chatre azt, hogy járjanak lopni az emberek, köszönöm. Éppen elég, hogy én lopom a ti pénzeteket, meg időtöket. Bármik ez sem igaz, mert mint említettük, most ruháztunk be egy kamerára, ami egy borsodi falu éves költségvetésébe kerül, amit még mindig nem használok, mert ma elmentünk a fénykiállításra így este folyamán, és kurvára lemerítettem a fotókat, de arról viszont jön Discordra meg Instagramra majd egy kis összeállítás, úgyhogy végre csinálunk olyan kontentet is, ami egy kicsit ilyen személyesebb, nem videós, nem feltétlen gaminges, hanem ami miatt a többi social platformon is megéri követni minket. Necrotic damage 15%, az sem rossz amúgy, 15%-os necrotic damage. Light Deathmask, nice Hungering Soul. Na például ezt most hiába 10 szinten nagyobb, mint ugye az előző tier 1-es volt, mert az 44-es volt, ezt sokkal könnyebbnek érzem. Hopp, ott egy bejártam, nem tudom. Ja, tudom miért nincs még ez kész, mert amikor először jöttem ide, akkor még csak 50-es voltam szerintem, vagy ilyen 55 körüli. Szerintem meghaltam, mert emlékszem, hogy én ezt tudom, hogy már játszottam. Azért azt mondom, hogy 2 van, de... Most kiderült, hogy még nincs. De úgy látom, hogy ezzel most nem lesz gond. Azért ezek a void lények elég... Ja, és ugye ez a void az, ami mindenhol ott van és próbálja elemészteni az idősíkokat, meg a világokat.
Elég undorítóak a boly tények. Ó, Brandon, hát értékelem, hogy te úgy gondolod, hogy nem lopom az időtöket. Szerencsére bárki kiixelheti a videót, hogyha úgy érzi, hogy csak fölöslegesen lenne itt. De örülök, hogyha ezt nem így érzitek. Igyekszem amennyire lehet így ezeken a hétköznap késő estéken azért élvezhetővé tenni az ARPG-t. Főleg most, hogy van egy kis újdonság is a Diablo után, mert azért az nagyon... Salty More Runes. Az jó, de a rúnákra megyek, úgyhogy sima. Ja, Ádám, igen, az meg úgy unblock mindenki. Azt tudni kell, hogy belépsz ebbe a játékba, és a chat két dologról szól. Ez a játék szar, és miért nem Diablo 4-eznek az emberek? Valaki megvette 30 euróért a játékot azért, hogy a chatre belépjen és ezt leírassa. Azért ezt jobb, hogyha így hagyom egy kicsit leülepedni, hogy értsétek, hogy miről van szó itt. 30 eurót azért, hogy leírassa, hogy ez egy szar, menj D4-ezni. Vagy pedig arról szólnak, hogy a D4 egy szar, és ez mennyire király. Egyik állítás sem igaz ilyen formában magában, úgyhogy én nagyon szeretem olvasni a chatet, mert amúgy kurva vicces, hogy mit össze tudnak fröcsögni az emberek, ahelyett, hogy élveznék bazd meg a játékot. Akár ezt, akár a D4-et. Nincs ez a semmi baj, ha valaki azt élvezi, csak monoton grindolássá válik, ez meg egy fun grindolás az elejétől a végéig. És amikor kész vagyok, mert amikor ez a karakter majd meg lesz ilyen már tényleg nem nagyon erősödhető olyan, mint mondjuk a Charge Barbárom, akkor szépen indítok egy másikat, amivel teljesen újra felfedezem majdnem az egész játékot, mert full más ability-jei lesznek. Full más build-eket lehet összeszedni, full más affixok kellenek hozzá, full más loot filtert kell majd beállítanom, egy csomó minden máshogy lesz benne, és talán lehet kísérletezni a meglévő karakterekkel is. A Diablo-ban ez nincs meg. Annyi unique item van itt, hogy egyszerűen bár lehetséges, hogy van olyan build, amit még ki se találtak az emberek. És ugye mivel folyamatosan support alatt áll a játék és fejlesztik, hisz most lépett ki bétából 5 év után, nem most fogják azt mondani, hogy jó, köszönöm szépen, akkor most nem nyúlunk hozzá egy csomó ideig. Szerintem annyi újdonság meg fejlesztés fog vele jönni, hogy ugye az 1.0-val jött be egy csomó kasznak a harmadik masteria, a Falconeer például, az egy teljesen új kaszt. Meg azt hiszem még a Mage-nek is az egyik kasztja most lett elérhető, szóval hogy itt rengeteg minden fog ez a játékhoz jönni, és már most annyi minden van benne, hogy kényelmesen el vagy vele hónapokig. Addigra megjön ugye majd az új content. Martin, a kekszek aranyból vannak. Hát, aki Discordon fent van, és kap kekszet, annak van 100 kiégés coin értéke, amiből ha csak 100 000 van, vagy lehet, hogy csak 50 000, látod milyen kurva jó arc vagyok? Akkor abból vehet egy videójátékot magának. Hát ne idegesíts már, hát persze, hogy aranyból vannak. Yes, I'm you. The Eternity Cache is simply too weak. If the Epoch really exists, then perhaps... Ez itt is zárva, meg ott is zárva, hát ez nagyszerű. Mindjárt visszahozom a fény, gyereke. Át kell jutnom a kapukon. Hopp, egy dexterity shard. Nem kellene. Shard. Jó, itt át tudok slisztanni. Primary spell damage by transformed shard. Az igen. Mid damage leash does have chance to ignite. 72,000 chance to ignite. Wow, az is kemény amúgy. Desperate.
Előbb-utóbb csak megtaláljuk, amerre haladunk. Oké. Fú, ez sose lesz vége ennek a dungeonnek. Milyen kurva nagy ez, ja? Ezért már jöttünk, már egy ideje jövünk. Szerencsére ez még nem nehéz, de mondjuk a Tier 2-es ez már valószínűleg ki fog szopatni. Skillekhoz például ez egy void buildben nagyon jó. Abban van az Echo. Meg nagyon, nagyon érdekesen van megcsinálva ugye az ekonomia a játéknak. Mert én azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon, de tényleg nagyon kevés goldot dobnak a mobok, viszont az amúgy alapvetően elég. Cserébe a Rune of Shattering, amit 15 percenként frissül mindig az összes vendor, és akkor ott mindig lesz fixen Rune of Shattering, amit meg tudsz venni. Ami ugye az egyik alap ilyen crafting materiálod. Ahhoz kell idő, főleg így első karakternél, hogy összegyűjjön, és a gold az így az arra elmegy. Tehát, hogy a respec az ilyen 100 goldokba kerül, és itt van nekem mondjuk most 59 000. Viszont cserébe a Rune of Shatteringre, meg az ilyen cuccokra, azokra nagyon szépen elköltöm. Úgyhogy ugye ott nem kapok garantált value-t érte. Úgyhogy ez tök jól meg van csinálva benne szerintem, hogy legalábbis én nagyon úgy érzem, hogy nem jelentéktelen, tehát a 90 goldnak is örülök, amikor összeszerem. Egy itemnek például az értéke 16 gold, egy fegyver 55, hát a Diablo-ba 500 000-be kerül egy darab fegyver, amit el tudsz adni. És akkor ha tele vagy már scavengizével, scrappel, akkor megfogod, aztán csak simán eladod ezeket az itemeket, nem pedig lebontod. És akkor egy kis goldod is van. Nekem ez is nagyon szimpatikus benne, hogy normális ekonomi van. Meg az, hogy nincsenek ilyen 17 milliós számok. Ne értsetek félre, tetszik az, amikor a... Most nem, mi az extra, na mindegy. Szóval tetszik az, amikor egy ilyen 100 millás kritet overpowerrel oda baszok a charge barbárral. Érzem benne az erőt. De itt sokkal könnyebben meg tudom nézni, hogy egy adott item, vagy egy adott ilyen összeépítés, amit most megcsináltam például, az erősebb. Attól erősebb vagy gyengébb leszek. Na igen, ez az, amit nem tudtam, mi... Jó, igen, ez ölt meg akkor, de úgy látom, hogy most... Jaj, most már tudom, át kell menni a fényes részbe. Ó, bazd meg. Hát, hogy ez akkor nem jutott eszembe. Jézusom. Na, tehát érted, ilyen nincs a Diablo-ba. Aha, és akkor innen eltűnik. Jó, oké. Ez kellett egy teljes vibe, hogy ezt megértsem. Mi? Nincs kedved ide jönni, hogy kicsit üthessem a pofádat? Ó, bazd meg. Ez így nem lesz egyszerű. Vagy ott is benne áll, bazd meg a szarba. Nem tudom, mit csinál, de olyan, mintha hílálne. Ja, hogy itt immun, jó, szuper. Igen, szóval így nehéz egy milli karakterrel lesz megütni, hogy konkrétan benne áll a saját szarjaiba, ami miatt nem tudom sebezni, de hát mindegy, kapott egy kokit. Ennyit, meg is halt, kurva anyádat.
Legendary Link, Mana Spend, Gain a Sword. Mondjuk az nem rossz. Spell damage az nem jó. When you use a movement or a time travel skill, all stats on this item are tripled for 4 seconds. Wow. Amúgy ez 300-300 freeze multiplier. Increase throwing. 11 strength, elemental damage, block chance. Hát lehetne jobb, de az a 11 strength szerintem az fullos roll rajta. Nem, 12 a max. Hát ez amúgy mind szar ez a gyűrű, amit kaptunk, de semmi baj. Export Reaper to the Sanctum, ja. Eternity Cash. Seal a unique item with a legendary potential and an exalted item with 4 affixes. Each item must be of the same type. Hát akkor ebből gyűrű lesz, mert abból van nálunk ilyen. És mit fog csinálni? Oké. És 4 affixes gyűrű kell neki. Ezen 4 affix van. És mi történik, ha ezt most beszílelem? Seal catch. Oké. And now what? Rendben. Ja, kivertem volna innen is valamit. Jó, hát bízom benne, hogy itt most Radiant Dunes. Szerintem innen most megint kijöttem, mert ez a izéhez visz. Valamit megint nem csináltam meg, amivel a rewardot ott hagytam szerintem. Vagy nem? Ez itt még egész. De ez kurvára kijött most már a dungeonből, nagyszerű. Hát ez fasza. Akkor nem tudjuk meg, hogy mi történt ezzel a két gyűrűvel. De ez még picit zavaró, hogy nem tudom, hogy én voltam-e a fogyatékos, vagy valóban nem volt oda például leírva, hogy akkor most itt mi is fog történni. De hát ennyi baj legyen. Szerintem a Ruined Era-ba volt ez, ugye? Contains a Time Rift. Time Rift will take you to a ruined coast in a ruined era which leads to a temporal sanctum dungeon. Oké, de te... Igen, ezt akartam mondani, hogy ez itt van már, ezt már értük. Inkább sure vagyok, mint sem lopós. Kexet is... Ja, ez a kexes kommented volt. Na. Nem vagyunk, nem tudom, hogy most ezzel a szillel ott... Na jó, mivel ez egy szar dungeon volt, én nem fogok ebbe végigmenni még egyszer. Arena Key, Lightless. A Lightless Abborban, ha jól emlékszem, a végén lehet nyomni olyat, hogy raksz fel goldot, és akkor nagyobb reward lesz a vége. Megnézzük azt, hát ha ilyen kis rúnás bugit lehet rárakni. És ebből talán a tier 2-es az... az egy vállalható nehézség nekünk. 65-ös a tier 2-es. És plusz glifeket kapunk. Szuper. Ha megnézitek itt az értékeket, 72 darab glifünk van, úgyhogy az nyugodtan nőhet még. És a shardok meg a rúnák azok. A rúna most egész jó. 10 removal az király, a shatteringet kéne kicsit emelni. Ja igen, és itt ilyen fény baszás van nekünk. Lightless a bor. Szóval ugye a különféle dungeonok is különféle játékmódok technikailag. Ja, de nem tudok bemenni, mert... Azért látjátok, figyelni kell, mert kurva nagy az ütnek. Hiába 10 szintek kisebbek nálam. Jó, mert ugye rajtuk is van most plusz 15% HP, mert 25% damage. Szóval simán elérik a damage osztásba meg HP-ba azt a szintet, amin én vagyok egyébként.
És ha belegondolunk, azért így a 75-ös az mondjuk sokkal nagyobb szintű, mint amit én kibírom. Az nem kell. Viszont nagyon-nagyon jó a... a HP regenünk. Kicsit eszembe jutott, hogy ott most leszíleltünk két gyűrűt, az... Azt mondjam, későbbiekre jó lesz, vagy ott marad a dungeonbe, és majd lesz vele valami, vagy az így kuka. Húha, most majdnem volt egy kis meghalós bugi. Necrotic penetration, hát ez nem az, az nem az, amire szükségük van, de amit érdemlünk ezek szerint. Hú, bazd meg, de a Last Titan, az a boss a végén, az nagyon nehéz. Az nem lesz egyszerű. Jó, hát megpróbáljuk maximum kiszokogatni is most igazából, ennyi baj legyen. Fejlődni így lehet. Tier 1-es verziójára ennek a Tier 1-es verziójára emlékszem, amikor csináltam, és nagyon tetszett, hogy ott a végén igazából a goldodat be tud áldozni nagyon-nagyon sok rewardért. Ó, de nem vére fújkálnak. Nagyon vicces kalapunk. Milyen vicces, hogy itt maradt ez a soulos cucc is. Lehet, hogy ezzel még egy tier 1-es kört kéne menni abba a dungeonbe. Nehogy azért, hogyha kilépünk, elveszítjük. Hűha. Igen, azért itt. Vannak alkalmak, amikor megszaladnak azok a damage-ek, amiket kapunk. Azért egy picit amúgy tartok a Cold Penetration Endurance. Kicsit tartok itt a boss-tól. Ádám, itt nyugodtan kipróbálgathatod őket. Itt nincsen olyan, hogy ha az egyiket elkezdted, akkor a másikkal utána nem tudsz nekiállni. Legalábbis én nagyon úgy tapasztalom, hogy én ugye elkezdtem a beta előtt pár nappal játszani, felhúztam egy primalistot 50-re, 55-re, egy egész jó kis totemes buildet magamtól így összeraktam, és gondoltam, akkor majd az élesben akkor véglegesítjük. És ugye jött, hogy az legacy, azt nem lehet továbbvinni, újat kell kezdeni, vagy hát legacy-ba kell játszani, most miért nem, hagyjatok már, na, így. Szóval az legacy, azt... mondjuk azt, hogy ez a season, és akkor ezt külön tudod játszani, úgyhogy jó, akkor elkezdtem egy új karaktert, nyilván nem ugyanolyat. És nem mondom, hogy ezt kevésbé élvezem, mint azt élveztem. Szóval tényleg csak így kiválasztasz egyet. Hogyha rugóztál egyébként, akkor én javaslom neked itt is a rugót. Mert na, itt viszont nagyon sokféle buildje van a rugónak. De az ultimate mindenre jó, amúgy a primalist, az a druid, a hunter és a sámánnak a keveréke, vagyis hát bármelyik lehet ugye közül a háromkat közül, főleg ha bovoztál, akkor nekem a sámánom, a primalistom, az mondom sámán masterivel egy ilyen enhancement sámán build-szerűség volt. Tehát mintha a vovos cement sámánnal játszanék, olyan feelingje volt. Kintling.
De most itt, ha megnézitek egyébként a damage-eket, akkor ilyen... ilyen ezresek, amiket egy alapvetően üt a mi ez? A basic ilyen common sebzésem. De ezt is olyan sűrűn, hogy... hogy simán... simán csúnyán. Ott is volt egy 1004-es crit, tehát nem milliókat üt. Értitek? Nem az van, hogy ilyen 500-600 ezer az alap, de mégis akkor néha így bedurran 17 millió. Vagy milliárd. Hanem úgy... úgy szépen látod, hogy opp, ott most volt egy dupla akkora sebzés. Ami értelemszerűen elég is. Mert 4000-rel már vánsatolod a mobokat. Az most 13 ezeret ütött ott. És ugye ezek az ilyen top sebzések egyelőre nyilván, de... de akkor sem azt érzem, hogy már... ott... ahol most van ez a karakter ebben a státuszban, a Charge Barbárral level 50-en már rég milliókat ütöttem. És attól olyan, nem tudom, értékét vesztette a karakternek az ereje, fogalmazzunk így. Hogy igazából, vagy a fontosság, hogy nem érte már meg játszani vele, mert elértem vele azt a damage-ot, amivel vásatolni tudok egy Duriel-t. Akkor onnantól kezdve minek grindoljak tovább, mikor a legnehezebb dolgot vásatolni tudom. Ez a bajom nekem a Diablóval. Itt meg a saját szinten lévő dungeon is kiszopat. Sőt, ha így folytatom, akkor bazd meg még ez is. Bár ez aztán pont tier 2-es. Tier 2-es dungeon. Mert ez nem egy egyszerű boss. Főleg milli karakterrel egyébként. Ezzel meg kimondottan nehéz. XP nem pörög annyira, mint amennyire én szeretném, hogy pörögjön. Hát vejétre föl kéne mennünk, hogy a chestünket tovább tudjuk buildelni. Ah, ott a Last Titan. Na hát nézzük meg, hogy meg tudjuk-e csinálni. Aha, pontosan Ádám, főleg ha kiestek az itemek, amikkel a buildet kész van, csak finom hangolni, meg minmaxolni tudod a unique itemekkel, akkor az über unique-okkal, bocsánat, hogy specifikusak legyünk, akkor már tök fölösleg. Onnantól nem érzed azt, hogy van értelme játszani a karakterrel. Ami azért lássuk be, hogy eléggé elveszi a szájízét a játéknak. Na itt a Last Titan. Na igen, ezt akartam mondani, hogy ez az ability az, ami itt problémás. Mert már most meghalunk. És ezt nem tudom, hogy ezzel mit kéne csinálni, mert nem, hiába dodzsolgatom ki őket, ugyanúgy kapok sebzést. Szóval ide úgy néz ki, hogy kevesek vagyunk még. Vagy én vagyok balfasz, de hát 65%-kal nagyobb damage-ot osztanak. És ez a boss ez így vansatol, hiába van rajta... hogy hívják? Hiába van rajtunk egy csomó heal meg defensív tudsz. Na jó, szerintem ennyi lesz a dungeon-ökről. De sok itemet szedtünk össze, mire kurvára nincs szükségünk. Nézzük ezt meg. Hát nem, szumon. Kaptunk hozzá nagyszerű. Ezzel van 3 healing hands, mondjuk ezt lehet, hogy inkább le kéne remove-alazni. Amúgy. Ja, az a 6 healing hands shard az jobb így. Hogy remove-alra szedtük le, ezt most már se törölhetjük. Az nem kell. Split pig. Hungering soul, ja, de nincs több izénk, jó. Oké.
Na, én azt mondom, hogy most menjünk még monolitozzunk egy kicsit, mert ezek a dungeonek szerintem erre még nem, erre még nem állunk készen. Lesz az még majd jobb is. Ending the storm. Ó, a Black Sand azt már befejeztük. Hát menjünk a 75-ösre, nézzük meg. Csak hogy lássatok valamit, ami a mi szintünkön van, és elvileg bírnunk kéne, hogy ott hogy bírjuk. Mondom, még közel sincsen készen egyébként a build. Tehát, hogy még bőven van mit fejlődni rajta, de... Egyelőre megállja a helyét annak, amire kell. Itt is voltunk már pár kört, még közel sem eleget. Hát, nincs olyan nagyon XP boostos, úgy látom. Végén erre jöttünk le, mert itt van a runa. És látjátok, itt például nincsen extra river, mert itt meghaltam. Jó. Csináljuk meg ezt, és akkor haladjunk tovább a runa felé. Runákat kell gyűjteni, nincs mese. Na látjátok, például itt már nem vásároljuk a mobokat. Cserébe viszont ők kurva sokat ütnek. Hát... Explosive Javelin. Nézzük meg a Fire és... meg a Psychical damage-ünk, az... Psychical... hogy hívják? Védelmünk elég alacsonyan van. Oké, fussuk végig a gear gyorsan. Van-e bármi bárhol, az a 22 physical resistance-ünk van erről. 10 forging potential-lel nem hiszem, hogy olyan sokat tudunk rajta módosítani. Mondjuk egy relik. Egy új relik az nem lenne rossz. Ez itt egy offhand katalizt. Nem, hát kurva nem erre van szükségünk. Ez itt egy relik már. De ez sem az igazi. Offhandünk az nem kell. Jó, hát meg kell nézni, hogy van-e olyan hely, ahol bármi, talán még a ládában is van egy-két relik elrakva, ami hát, ha valamire jó lesz. Például itt van egy freeze rate multiplier, hát az nem lesz jó semmire. Nem. Itt nincs. Itt nincsen olyan, amivel mi tudunk dolgozni. Az a szomorú helyzet. Pajzs. Ez is jó. Sisak. Azokat meg majd lebontjuk. Jó, meg még itt vannak a nyakláncok és a gyűrűk. Ezeket gyorsan elpakoljuk, hogy ne foglalják nálunk itt a helyet. Amúgy ez a 303%-os freeze rate multiplier az para. 3-16-ig felmehetne. 11 strength. Ezen sincs physical. Ha van valami, amin van physical resistance, az nagyon jó lenne. Az endurance pontosan mit csinál? Mod ranges, mod explanation. Reduce damage to your health below your endurance threshold cap, that 60%. Az akkor olyasmi, mint a fortify. Ez se jó itemeken van. Jó, hát mindegy. Most nagyon több opciónk nincsen. Haladunk ezen tovább, és megpróbáljuk kikerülni ezeket a képességeket. Vagy átmenjünk a másikra, ami csak 70-es. Akkor ott talán kevésbé halunk meg. Szóval igen, a resistance az itt is egy nagyon fontos szempont egyébként a buildekben. Mert mint látjátok, itt most van egy unit, ami physical sebzést okoz, és konkrétan kiset alapítsába gond nélkül. Jaj, mert ez véves! Aha, most már értem. Oké. Akkor ezt itt észre kell csinálni. Mert a damage-ünk az továbbra is hatalmas.
oda kell figyelni, hogy milyen igen, ilyen AOL damage-ek érkeznek, meg robban ott azok a fire-esek, azok a parák. Úgy, úgy. 10-ban 4 wave-nél tartunk. De egyelőre még állunk. Még meg vagyunk. Na, ezek roppantak, vagy ezek osztottak fizikai sebzést. Jó egy vonalba lehet őket húzni, hogyha jól helyezkedek. És akkor egész könnyű letakarítani a bordot. És ez már egész, ez itt például most egész jó XP-t ad ez a hely. Mindjárt megvan a 75. De ez meg kell adjam, hogy ez rohadt satisfying érzés. Milli fire damage, minion milli damage, minion bow damage, chance to apply fail a milli hit. Még akár jó is lehetne, ha nem lenne milli fire és milli cold damage rajta egyszerre. Two handed axe, milli necrotic damage, chance to summon a skeleton harvester for 15 seconds on kill. Wow. Para. Jó, ez kész. Ezzel végeztünk, ezzel. Yes. Ezzel nincsen több teendő. Megvesszük a shuttert, mert ez mindig jó. Érdemes végignézni egyébként az itemeket, főleg ha van olyan slot, ahova akartok egy kis upgrade-et, mert amúgy nagyon-nagyon jó. Plusz 6 potion slot ez a belt. Mert amúgy nagyon jó upgrade-elendő itemeket tudnak adni. Na, oké. Take care. Igen, a shutter-önket akarom megcsinálni. Ne legyenek itt túlba ezek az itemek. Mi is mehet a faszba? Ezt nem lehet se törölni. Jó. Na, akkor most... Ezt a rúnásat jó lenne nem kiszopni. Ez fontos lenne, hogy ezt most sikerrel... Ó, de jól néz ki ott az a víz. Milli lightning, milli crit, chance to poison on hit. Hogy jön össze a lightning meg a poison egy build-be? Nem értem. Jó, 300%-os damage reflection. Stand down or die. Szóval technikailag egyébként a build annyiból áll, hogy lunge-al mozgunk, judgment-el endeljük a raid és boss mobokat, minden máshoz pedig, 8 strength az igen, minden máshoz pedig a warpass-szal, majdnem azt mondom, hogy vermind-el, de technikailag ugyanaz, szépen haladunk előre és csak pusztítunk. Jó, hát ezt nem tudjuk, majd a rugónál meglátjuk. Ja igen, ugye benne vannak a Diablo 2-es, nem tudom, hogy ott hogy hívják, idolnak hívják őket, amik noha valóban a... Pillanat. Szóval valóban az inventoringban vannak, csak nem a stashünkbe, hanem van neki egy külön slot szépen, és itt be tudod őket szépen puzzle-ozni, hogy a legjobb érték kijöjjön. De nekem nem mondja valaki azt, hogy a Diablo 2-ben az normális, hogy a teljes stashed, mikor elmész farmolni, tele van táblákkal, amik utána muszáj jöttének, mert nem férsz el. Pardon. Psychical penetration. Hát az a baj, hogy nem igazán psychical sebzés, nem inkább tüzet osztunk. Az egy kicsit commonabb. De ezek, ez nagyon úgy néz ki, ez mind vendor lesz. Ezen van 4 attunement, ez jöhet. Na.
Hellstrong and Fire Resistance Vitality. Ha Physical Resistance látunk, akkor... akkor szóljatok, mert az... az úgy látom, hogy nagyon alacsonyan van. Bár szerintem van rá a fixünk egyébként, úgyhogy lehet, hogy be tudjuk rakni valahova. Ugye egy kicsit megnyugszik a... kicsit megnyugszik a helyzet, akkor megnézzük. Tehát folyamatosan jönnek az elitek, úgy nehéz lesz. Nem fogynak el, az meg. Tök mindegy, hogy hol vagyok, nem fogynak el. Nézd meg. Emerald megadtam, azt honnan faszomból jöttél ide. Ja, ez az ambus, aha, jó. Emerald asszaszín, oké. Tisztát asszaszín. Jó asszaszináció volt. Plusz 2 to fireball. Nyilván az nem a mi buildünk lesz, de 50% of fire base damage converted to lightning. 23 chance to apply a spark charge on hit with fireball. 100% of ignite chance converted to shock chance for fireball. Tehát ez konkrétan a fireballos buildből ez az egy item szépen csinál neked egy ball lightning sorcerert. Zseniális. Egyszerűen zseniális. De és az ilyen itemek azok, amikre így nem is számítasz, hogy vannak, de kurva jók. Ne, ezek most már nem kellenek. Hát egy kis stability-t még azért gyűjthetünk. Ja, meg akartam nézni, hogy van-e olyan itemem, amit fel tudok venni, vagy el tudok használni, és van még rajta egy slot. De sajnos nincsen. Nincsen, mindegyiken megvan a maga, ami kell. Hát ezen erre tudok rakni egy physical. Ja, nincs is nálam. De szar. Nincs nálam physical resistance. Akkor pláne keresnem kell physical resistance-t. Jó, hát akkor mehetsz vissza a helyedre. Bár esetleg egy Rune of Discovery-t elnyomhatunk rá. Elemental resistance, it's something. Nem vagyunk sokkal előrébb vele, de it's something. Úgy látod, Koplaszkövi hónapba? Helyes. Helyes, nem is igazi gamer az, aki nem éhezett még egy hónapot azért, hogy játszhasson egy játékkal. Stand down or die. Tudom javasolni egyébként, Ádám, meg úgy unblock mindenkinek, akit érdekel a játék, és még nincs teljesen meggyőzve, hogy a Discordunkra csatlakozzon. Ott nyugodtan föl lehet tenni a kérdéseket, ott nyugodtan lehet beszélgetni velünk is, meg bárkivel arról, hogy egyébként megéri a játék, mit gondolok, van-e kivel játszani, ha esetleg nincs meg a saját társaság. Ott látjátok azt is, hogyha a stream jön. Ott látjátok egyből, hogyha valamilyen videó elkészült, bár azt ugye látjátok YouTube-on is, ha benyomjátok a kis csengőt, de nem mindig ARPG témában van a büdös kurva életbe. Szóval nem mindig ARPG témában van a... ahogy hívják se. Ja, de szerencsére az objektív már megvolt, jó. Pont nem kell rúgni a passzendent, de azért nem olyan rossz. Yes. Jó lenne egy olyan run, ahol legalább annyi goldot szerzek, mint amennyi rúnát megveszek utána. Itt is van egy adag rúna. És ez mi? Scepter? Kurvára nem kell, de egyáltalán nem kell. Szóval igen, ott külön lesz szűrve, látjátok, hogyha ARPG is stream jön, és akkor nem zaklatunk folyamatosan mindenféle kontenttel, amit csinálunk. Mert azt tudom, hogy aki azért az ARPG miatt követ minket, azt annyira nem valószínű, hogy érdekli mondjuk a runeterrás egyedi lapok, bár egyébként
Nem azt mondom, hogy ha nem értesz egyáltalán a játékhoz, akkor élvezetes content lehet, de egyébként amilyen jól összerakják a fiúk, hogyha a téma az ismerős, amiről szól, például most a Naruto-s lapok, vagy a Resident Evil, akkor az érdekes lehet, hogy hogyan néznének ki ezek a karakterek, ezek a mechanikák azokból a játékokból egy... Jézus Isten, mi a fasz van itt? Mi ez a rengeteg elit mob itt egybe? Fejlődöm, hogy nem rossz. Mérítem nincs. Jó. Szóval igen. Discordra mindenképpen érdemes csatlakozni. Elhalálozott autóbalesetben. Bazd meg! Aj, ja de innen nem kell szerencsére a reward, de akkor is, faszom! Poison! Honnan szülte ki, hogy ez poison? A 44 rezi arra is. Persze, hogy ezeken mindegyiken olyan, hogy hívják, van. Szóval para ez a pálya. Mi? Csak elit mob van benne, bazd meg. Ez mi a faszom? Lightning Elemental, nagyszerű. És jól látom, hogy ez most majdnem egy másik pályát hozott? Hol vannak azok a nagy elementálok, amik eddig püffeltek meg a kígyók? Eddig nem ilyen type damage volt itt, halló? És ez ugyanaz a pálya, amit az előbb csináltunk, és mégis tök más. Legalábbis a mob felhozatala. Meg kell csinálni a questet, aztán lehet próbálkozni a bónuszt összeszedni, mert ha meghalunk, akkor ott már legalább meg vagyunk. Bazd meg. Jó lángoló griff. Csicska. A legcsicskábbak csicskábbika. Baszd meg! Nem sikerült megölni a kurva istenit. Le kellett volna burstolni. Előbb-utóbb meg lesz. Úgyhogy igen, itt már a saját szinteden lévőek egyébként, ha nincs meg mindenből a maxos rezi. Pedig én azt olvastam mindenhol, hogy egyáltalán nem kell a rezire annyira komolyan figyelni, mint a Diablo-ba, de én nagyon azt tapasztalom, hogy minimum physical resistance, azt fel kéne húzni, mert nagyon-nagyon nagy pofonokat kapok. Azt gondolom fel lehet húzni armorból is amúgy. Akkor az lenne a logikus. Majd megnézzük, hogy miket tudunk még upgrade-elni. Most mi van? Mozdulj már meg! Köszönöm. Igen, ilyenek amúgy vannak benne, hogy így néha így beakad a karakter, meg így ilyen kicsit így fura a töltés, meg egyebek. Ilyenek előfordulnak, remélem ezeket majd javítani fogják. Tehát, hogy azért nem hibátlan a játék, mielőtt elköltöd rá a lakbért. Legalábbis a lakbér egy részén. De azért most így a stream folyamán látjátok, hogy
hogy mennyi gond vagy nem gond van vele, hogy azért annyira sűrűn ez nem fordul elő. De sűrűbben előfordul, mint szeretném. Tehát, hogy ez így, ez nem az első ilyen beakadásom volt. A semmibe. Köszönöm szépen, Ádám, hogy jöttél, és örülök, hogy hozzájárulhattam ahhoz, hogy sikerüljön döntést hoznod a játékkal kapcsolatba. Discordon várunk szeretettel, meg a további streameken itt a csatornán is, bármelyik videó alatt kommentbe, vagy így élőbe, hogyha... Ha mondanál valamit, elmesélnéd, hogy megvetted és milyen lett. Száraz kenyér mellé a legfinomabb, úgyhogy... Úgyhogy várjuk majd, hogy mi lett a végleges. Szerbusz, szerbusz, jó pihenés. Na. Akkor most fussunk neki még egyszer. De, mint látjátok, itt most megint egy másik... hogy hívják van. Itt most megint egy másik objektív van, annak ellenére, hogy ugyanaz a pálya. Tehát, hogy még ez sem ismétlődik. És van benne egy random generátor. Offhand Catalyst. Nice. Inkább elementál, de mi... Takarodjál már! Hogy olvassam már el, mi ez? Minimum spell damage, minimum bow damage, hát nem. Ez sem, de... De azt elrakjuk későbbre. Ha ez itt a poisonous terület, ez már itt tud fájni. Szóval mindjárt megvan a 75, az is valami. Hopp, volt ott egy kis FPS drop. Valahol valami betöltött a háttérbe. Hát a bónuszunk az mindjárt megvan, és még nem vagyunk a végén az objektívnek, úgyhogy igazából csak oda kell érnünk, de tényleg annyian vannak meg olyan erősek, hogy muszáj megölni mindent on the way. De meg legalább XP. Majd ezt mehet még egy, majd is kell. Á, jó, hogy itt van a másik ilyen elpusztítandó tud. De elpusztul, és innen mehetünk is. Így, azt összeszedjük, mert azért az nem egy rossz út. Ja, meg ugye halálon nem roncsolódnak az itemek, nincsen bennük ilyen el kell menni riperelni, nincsen benne, hogy megszakítja az, hogy trájolsz valamit, benne vagy a flóba, és a tizedik halál után riperelned kell a gíredet, mert el kell onnan menned, mert meghaltál tízszer. Szóval ez például nincs benne, ami szerintem zseniális. És engem például kurvára irritált, amikor először trájoltam Lilithet Diablóba, és 10 halálonként el kellett mennem riperelni vissza a temp a izébe. Nem egy nagy cucc, de pont annyira kiszed abból a flowból, ahogy haladsz, hogy utána sokkal szarabb legyen visszaállni. Fú, mennyi mindent szedtünk össze megint, amire semmi szükségünk nincsen amúgy. De még mindig van Shatter. Úgyhogy kezdjünk el törni. Ez sem kell. 7 all attribute, de nem kell physical damage, faszom. És ez itt abban, hogy ilyen kibaszott gyorsan el lehet darálni ezt a sok shattert, amit összeszedtél. Hm.
De mondjuk most még maradt. Na. És akkor most ott van egy adag rúna, amit össze kéne szedjünk. Aztán gyűrű. Ezt még így a végére, azt még megpróbáljuk halál nélkül megcsinálni, aztán elbúcsúzom, srácok. Még egy ilyen monolit ránunk van benne. Mert most rúnákat farmolunk éppen, vagy hát... Már nem tetszik pálya. Vagy rúnákat, meg... Void damage overtime shard, nice. Affixeket farmolunk, hogy tudjuk húzni a gíreket. Meg egy kis XP-t. A 77 azt nem hiszem, hogy ma össze tudjuk szedni, hogy tovább fejlesztessük azt a chest piece-t. De lehet, hogy lassan el kell kezdenem kicserélgetni bizonyos gíreket is. És rámenni egy picit jobban a védelemre, legalábbis fizikai resistance kapcsán armorra, mert így nagyon könnyen meg fogok halni mindentől. Destroy all siege spires. Na, arra kíváncsi vagyok, hogy az miféle építmény lesz. Ja, ez még él, hoppá. Ja, és ez a siege szar lő minket, aha. Az lesz az. Healing Gold Elemental of Cinder, de jó nekem. Shattering, nagyon jó. Azt szeretem, ha azt dobálod. Amíg ez dobott lootot. És, na várjál, ez most mitől? Increase physical damage, increase health regeneration, lightning resistance. Mitől lila? Pillanat, srácok, ezt most meg kell nézzem a loot filterbe, hogy ez mi a faszomtól lila, mert nem kéne, hogy lila legyen. Ja, hogy aha, hogy ugyanolyan színűre raktam, mint az itemeset. Jó, akkor az itemeset átszínezzük. Milyen színűek legyenek, amik statot adnak? Ezt lehet nem most, ja, de jók vagyunk. Nincs valami sárgás esetleg, de van. Ez elég sárgás. Ja, de sárgát is használok. Ha. Nagyon piros, az is van. Az is van. Jaj, nem már, hát nem lesz jó. Nem, akkor marad... mi volt? Ez volt, azt hiszem. És kiírjuk naggyal azt, amin stat van. Ja, így. És akkor a statos az nagybetűs lesz, amin olyan statok vannak, ami meg affixek, amik nekünk kellenek, az meg sima kicsi. És akkor így tudni fogjuk, hogy ami nagybetűs, azt mindenképp vegyük fel. Arra is jöhet egyébként egy feedback, srácok, akár egy plusz vagy mínusz a chatre, hogyha érdekelt titeket, hogy a loot filter beállítását hogyan érdemes, mert lehet accountra, customként, buildenként, nagyon sokféleképpen be lehet állítani, és akkor ugye így megszűri neked, hogy milyen lootot láss és ne, mert rengeteg item esik, ami alapvetően tök jó, de mivel ugye goldot nem érnek, lebontani meg nincsen értelme mindent, mert noha az Amix Shardok más karaktereknek jók lehetnek, hogyha olyan típusú játékmódot játszol, de rengeteg költség, nagyon sokba kerül a Rune of Shattering, ahhoz, hogy így tényleg mindent összeszedj és lebontsál. Az rengeteg mindenbe kerül. Annak olyan költsége van, hogy tényleg nem éri meg megcsinálni. Hát jó pár ring. És van sok minden. Hát lehet, hogy itt is meg lesz amúgy a bónusz, mire odaérünk a quest befejezéséhez. Itt nem haltunk meg, mert kell a rúna. Itt össze akarom szedni mindenképpen a rúna bónusz. Mert a rúna primóval és rúna shattering az nekünk nagyon sokat
egyelőre itt még nagyon-nagyon jól jönnek, és fogyó eszköz. Szerintem most még mehetünk egy picit ütlegelni, mert még van 8 pont, ami összejöhet. Főleg az ilyen bosszokat úgyis van, satoljuk Rune of Removal, nagyon jó. Aztán nyitunk egy portált és eltávozunk. Az is durva volt egyébként, nem tudom, hogy ezt bárki látta-e, hogy Twitch-en ugye kiírja, hogy milyen jó kis lootölt ez. Szóval Twitch-en kiírja, hogy hányan néznek egy adott játékot, és a Last Epoch-ot világszinten valami 200 ezeren nézték a megjelenés napját, a Diablo-t meg már csak 600-an így átlagosan általánosságban. Ami amúgy durva, hogy ennyire leesett a népszerűsége. Vagy nem is az a népszerűsége, hanem amit Ádám is írt itt nekünk a cseten így a stream folyamán, hogy egyszerűen elvesztett benne az érdeklődésedet, és ha unalmas a játékosnak, akkor unalmas lesz a nézőnek is. Tehát, hogyha unom a játékot, akkor hiába ránulom le 70-szer duriát, és ezt streamelem le, hogy nézzétek milyen jó vagyok. A 15. után kurva unalmas, hogy vánsatolom, hiába egyébként egy szép teljesítmény. Jó. Még kéne egy adag mob. Jó, nem megyünk feljebb. Akkor egy stabilitivel kevesebben hozzuk el. Na, removal, shattering. Egy removal és egy shattering. Hát nem vagyok elégedett. Refinement és resistance shard. Hát nem ez volt az a mennyiség, ami kellett nekünk, de nem baj, van 3 shatteringünk, 14 removerre felmentünk, az amúgy nem olyan rossz. Yes. És akkor még most nálad van 1-2 shattering, egy 3-ot veszünk, az... Sőt, amúgy... Ezt például nem kell eladhatjuk. Az ilyen pár száz goldos stat nyelőket, azokat eladhatjuk, de nézzük, 24 goldba kerül a pickaxe. Strength, elemental damage, ezt sem bontjuk most le. Sőt, igazából nem kell. Sok tuhit nem kell. Jó, szerintem ez mi a fasz? Most nézem, Offhand Catalyst, Wandering Spirit, Hungering Soul. Az is egy necro cucc. Acolyte, bocsánat, itt Acolyte-nak hívják. Ja, ebből sem kell 2. Se kevesebb resistance-eset eladjuk. Jó. Hát, így még tudunk venni még egy shatteringet. Így. És mondanám, hogy ezeket el kéne rakni, de kurvára nem férünk el. És van megint 2-4-es ilyen. Mert nézzétek, már nem férnek el, bazd meg a... Nem férnek már el az idolok. Hihetetlen. Pedig külön slot van nekik. Na jó, ez... Fireball az tuti, hogy mage. Acolyte-hoz volt itt egy... ez szerintem simán Acolyte item. Meg ez is annak tűnik. Az nem fontos, ez meg a rugóhoz megy. Csak hogy legyen itt is valami bugi. Ez úgyis lejjebb lesz, jó lesz úgy. Jó! Erre mit mondtam, ez mi lesz? Summon Wolves, akkor ez Primalisthoz megy. Ezek meg igazából nem fontosak. Ezt meg azt se értem, miért van nálam, de ha már nálam van, akkor most gyorsan lesetöringeljük. Jó! Na, hát ennyi, ami belefért mára. Ezen még van 15 forge. Még egy kicsit a forge-ra ránézhetünk. Van itt 15 forging potentialünk. Increased area for skills tier 4. Lehet, hogy ezt be akartam disperezni. Van disperünk? Már nincsen disperünk. Mert ezt tier 4-esen le lehet kötni, és akkor azért erre még egy fire damage elférne. Vagy a physical resistance-t is be lehet disperezni.
mert az csak tier 3-as, csak akkor már fire damage nem fér rá. Szóval még ebben is van potential, amit érdemes lehet elhasználni, csak kéne hozzá egy Glyph of Despair. Ezt ugye megbeszéltük, hogy 77-en tudjuk tovább upgrade-elni, amit mindenképpen szeretnénk majd megtenni. Mert akkor már legyen minden tier 5-ösön. Úgyhogy ez jó lesz. Itt van a kis fegyverünk, ami... Azon gondolkodom, hogy szerintem ő is egyébként egy Disperre vár, de nem, mert azokat nem lehet már, csak az All Attributes-ot tudom rajta. Hát fegyverből lehet, hogy találtunk egy jobbat. Majd, egy Fire Damage-es kéne. Az nem lenne rossz. Ebbe is van még valamink. Physical Damage az nem kell, azt még egy Glyph of Chaos-szal meg is próbálhatjuk átalakítani, hát nem poisonni. Fire-re szeretném. Fire-re, az megint Physical Damage volt, bazd meg. És el is fogyott benne a... Visszahoztuk ugyanarra, csak upgrade-eltünk rajta párat. Cipőnkben nulla potential van, azon már nem tudunk változtatni. A relikünkben van 37, de hát ez meg igazából egy szutyog, de... Level of Smite. Még jó is lehetne, hogyha ha használnánk Smite-ot, de nem használunk. Increased Healing Effectiveness, hát nagyon nem. Level 5-ösen nagyon-nagyon nem. Poison Resistance, azt is elcserélhetjük Lightning Resistance-re, azt is elcserélhetjük Cold Resistance, még mindig nem. Physical Resistance az legalább így már akkor most hasznos. És a Physical Damage-et is nyugodtan elcserélhetjük. Hát, ja, Void Damage, hát nem Void Damage-re. Sima mezei Strength az nem rossz. Nem azt mondom, hogy a legjobb item lett, de nem rossz. És egyébként, mivel ugye unikokat nem lehet átalakítgatni, ezektől meg kell válni. Tehát, oké, hogy 61% Fire Damage-et ad, de kell találni Exalted meg Legendary Fire Damage-es gyűrűt. Ugye ez is ad 31%-ot, szóval ez is lehetne egy... A tier 6-os lenne, sokkal többet adna. Úgyhogy ez jelenleg egyébként, amit kibír ez a build. Hát bízzunk benne. Itt nálad mit akarok majd csinálni? Ezt meg nem oda szíleltem. Ezt lecserélni? Mi a faszt akarok ezzel csinálni? Minden maximum van. Disperezni már nem tudok. Nem biztos, hogy ezt káoszozni kéne. Minden tier 5-ön van. Mit akartunk még ezzel? Ja, 77, addig nem tudjuk upgrade-elni a HP-t rajta, ha jó. 12% increase health, az nem rossz. Na jó van, úgyhogy ennyi volt, srácok, ez a Last Epoch stream. Én nagyon élvezem a játékot, és nagyon tetszik. De őszintén be kell valljam, hogy szerintem az egyik legjobb ARPG, ami főleg kezdőknek nagyon jó lehet. Komplexebb, mint a Diablo, sokkal több mindent lehet benne csinálni, és ha szépen, komótosan, lassan haladsz, nem pedig rusholsz, akkor tényleg kitapasztalni a kis karaktereknek a buildjeit. Annyi féle van, hogy több száz órát kényelmesen bele lehet ölni ebbe a játékba. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm már a figyelmet, és hogy velem tartottatok, ne felejtsétek el, hogyha feliratkoztok, akkor mindig kaptok értesítést arról, hogy jön a stream, meg hogyha bármilyen videó, akár ebbe, akár bármilyen más témában, amivel foglalkozunk, ami az estek többségében valamilyen gaming related, de minimum geek kultúra. Discordra lehet jönni, és akkor ott tudunk beszélgetni, ott is nagyon szépen ki tudjátok válogatni, hogy melyik játékok érdekelnek, úgyhogy ha titeket nem érdekel a kártyajáték, vagy éppen az ARPG, vagy éppen az ARPG-ből csak egy-kettő bizonyos exakt cím érdekel, akkor ezeket szépen ki tudjátok választani a The Gate szobába, ahova egyből visz titeket az invitációs link. Ott beléptek, kiválasztatok, és lehet pörgetni. Az inventory.hu pedig küldi nekünk, és folyamatosan megjelennek ott is a cikkeik. Úgyhogy magyarul szépen minden patch notes-ot lefordítva, kibeszélve, saját tapasztalatokat megírva, guide-okat levezetve, amiket mi csinálunk, ott írottan megtalálhatjátok, és akkor az a Discordra be van csatornázva, hogy ott egyből elérjétek, és értesüljetek róla. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, kellemes jó éjszakát mindenkinek, holnap jövünk páros péntekkel, egy kis Helldiversben osszuk a demokráciát Viktorral. Sziasztok!